Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 13 perccel, egy újabb reggel, és újra itt vagyunk. Hát vannak dolgok, amik nem változnak. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok, hello, hello, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek. Ez az. Jó csütörtök reggel, ez már nem olyan, ez már kis péntek. Ez már kis péntek, igen. Ez már kis péntek, ez már a célegyenes. Mondhatni? Tulajdonképpen a célegyenes, és egy nagyon fontos felismerésem volt ma reggel. Júj, na. Hát félek előre. Nem, megállapítottam. Találtál egy őszcsomót a hajadban? Hát az tele van. Az tényleg egyébként sok van. Nem, rájöttem, hogy nem mindegy, hogy mikor kelsz fel, és ezt tudom, hogy már azért mondták sokan, de nem kell hozzá kütyű, mert rájöttem, hogy vannak olyan pillanatok az életedben, amikor a tested sokkal fáradtabb, és ki kell tapasztalni, hogy mikor kelsz frissebben. Aha. És most meg vagy? Most meg vagyok. Végre. Más. Képzeljétek el, meg vagyok. Igen. Nem, arra jöttem rá, ugye ezt már többen mondták itt a jövőkutató, a Meskó és meg mindenki, hogy vannak mély alvási szakaszok. Jó, de ezek komolytalan emberek. Jó, na, hát de hát most. Az a tapasztalás, amit a saját testeden tapasztalt meg. Már rájöttem csomószor, hogy ha hagyom magam ilyen 5 óra 10-ig aludni, és ott szólaltatom meg az órát, nem bírok fölkelni. Mm-hmm. Viszont 4:30. Hát azért ne haragudj, az... Most már többször jártam úgy, hogy köhögött a gyerek, és kijött, hogy pisilnie kell, és akkor segítek, pisil, visszamegy. És onnan olyan frissen ébredek, hogy valószínű ott van egy ilyen nem annyira mély fázisú alvásom, és mindig, amikor 4:30-kor a gyerek fölkelt, és utána visszafeküdtem, megint nagyon álmosan keltem föl, de ha 4:30-tól fönnmaradtam, tök jó. És most fönnmaradtam, és megint sokkal frissebb vagyok. 40 perc, de valószínű, hogy ott indulok el lefele, ott indulsz el lefele, és abból megszólal az óra, és mint akit agyonvertek. 4:30-kor meg mondom, király. Egy újabb csodás nappali. Hogy még sikeresebb légy. Nem, ez nem lehet. Ez nem lehet, hogy ennyire friss vagyok. Ez csak álom lehet, visszafekszek. Belenéztem a tükörbe, dobtam magamnak egy puszit. És mit csináltál 40 percen keresztül? Ja, tettem, néztem magát. Feszítettem a tükörőt. Még mindig nincs itt izom. Ne, semmit. Mert bent feküdtem a gyereknél 3-4-5-ig. Tehát ott kicsit ő még így dumál ilyenkor, visszaaltatom, meg a Viki el van a kicsivel, tehát úgy el vagyok, és aztán egy nagyon kényelmes készülés, megittam a kis vitaminjaimat, meg egy kis zacskos granulátumokat, amiket én szedek, hogy jól legyek, és rájöttem, hogy ez az én időpontom. 4:30-ra fogom állítani 4 az órát. 30. Nem 4:55, 5:10, mert 4:45-kor szól, de én 5:10-kor kelek föl. Annak az eredménye néha, ugye kicsit 6:08-kor esem be. Rájöttem. Meg kell tapasztalni, hogy mikor nincs mélyalvási fázis, hogy ott kell fölébredni. Na, mindig sokkal jobb. Szerintem igen. Nem mindegy, az nem befolyásolja, hogy mikor fekszel le? Szerintem nem, az agyad rá, egy agyad megszokott igen? valamit, és mindegy, ahhoz képest, amikor lefekszel, tök mindegy, te mondjuk lehet, hogy 4-től 5-ig van mélyalvásod, és ha 5-10 állítod az órát, ott vagy fönn. Tényleg működik, most már nem először tapasztaltam meg, hogy nem kell ehhez kütyű. Tök igaza. És 3 perc elől fogsz kelni, mint én. De 4:33? 4:33. És ott van a jó ébredésed? Azért kellsz 4:33? Nem, rájött, azért kell, nem, mert beérjen. Ja? Igen, ilyen egyszerű. De lehet, hogy mi a fázisból kellsz el is, és ha mondjuk 4:14-kor kellnél, ott viszont fönn vagy. Tapasztalt ki. Tudod, legalább egyszer próbál. Holnap próbáld már ki. Vagy jövő jó, héten legyen valamikor. Tök mi van, hogy a 2 óra, ha 43. Értem, az egy kicsit hullámtól. Addig még van egy hullámod. Egy edzés, le tudsz nyomni egy 2 órásat, 3-tól 5-ig. Tényleg, szörnyen hangzik, hogy 3-4 órával korábban, de mégis fiziológiailag, biológiailag egyszerűen sokkal jobb. Uh-huh. Amikor itt alszom kint a kanapén, az mindig akkor, amikor 5-10 kokelek. Itt voltam időben, Janival dumáltam, megfőztem a kávémat. Tehát elolvastam a leveleket. Láttam egy pici érdeklődést is az irányomba. Ma még egészen érdeklődés voltam. Lehet, hogy csak volt energiája megjátszani. Az sosincs. Sose szillelek. Reggel nekem tartalékom megy minden, nem szillelek. Ha nem akarok beszélgetni, nem beszélgetek. Beszélgettem, volt szemkontaktus. Igen. Visszaválaszoltam. Tehát emberi. Emberi pillanatok. Tehát egészen emberi tüneteket produkáltam, és rájöttem, hogy ez ezért van. Meg kell tapasztalnod, hogy mikor. Ez lehet, hogy egy budira kimenés 4:45, és azt érzed, hogy basszus, most ha nem aludnék vissza, nem lennék fáradt. Azt kell érezned, hogy most úgy igazából már fönn is maradhatok. Az a pont, ahol nem kell visszafeküdnöd. Nagyon klassz. Jó, kíváncsi vagyok, meddig fog tartani, szerintem jövét hétfőig. Nem, abban baromi nehéz 4:30-ra állítani az órát, ha 5:15-re is állíthatod, vagy 5-re.
De én ezt most fogom csinálni, komolyan. Valami működik ebben. Én most valamit megtaláltam, úgy érzem a reggel. De biztos, hogy van igazság, mert én például azt vettem észre, hogyha egyszer-kétszer fordult elő, hogy valamiért korábban értem be, meg nem volt meg ez a kis befelé villamosozás, buszozás, ami nekem nagyon kell ahhoz, hogy felébredjek. Tehát nekem az a 20 perc, amit még az autóbuszon eltöltök, így bóbiskolva, meg bágyattan, az pont ahhoz kell, hogy ezt az üzemi fordulatszámot felvegyem. Hogyha ezt a 20 percet még alvással tudnám tölteni, akkor eltolódna ez az egész. Akkor majd akkor lennék bágyat, amikor már benn vagyok a stúdióban, és... Balázs is bóbiskol egy 20 nekem percet. Nekem például régen, amikor BKV-val jártam, mindig az volt a bajom, hogy pont visszaaludtam. Tehát fölkeltem, már elindult a reggel, vártam a hideg megállóba, beültem a jó meleg hévre, és akkor felszálltam Aquincum magasságába, Batthyányi térig is, és megint minden kezdődött, az ébredés megint a Batthyányi téren kezdődött. Nem alszol ott vissza? Vagy nincs az, hogy meleg van, kicsit bevaszkolódsz, és akkor ott még úgy alszol egyet? Én nekem az pont megint levitt engem, hát, mindig, mikor régen BKV-ztem. Nekem valahogy az úgy, hogy az egy ilyen félálomszerűség. Igen, egy ilyen kis meditatív. Így van. Hát az, amit te is láttál amúgy a vonaton, hogy gyakorlatilag mindenki ilyen kataton, mindenki, hogy ott van, senki nem akar senkivel igazából beszélgetni, bár van egy kis társaság, igen, ez kicsit csalódás kikapok, volt. Három néni. De veled akarnak, vagy egymással? Nem, egymással. Egymással is mindig van sztoriuk. Figyelj, kicsit olyan, mint hogy ők is egy reggeli rádióműsort csinálnának. Ők egy ilyen mamasó. Vegyél fel egy kendőt a fejed, de ülj be negyedik. Hát lehet, hogy még jobban értesült lennél mindenről, érted? Odaülnél, mert csonkalom, piac ára. Annyira igazad van ebben, Terike. Te meg ki az anyád. De már ismered őket nézve. Vegyél egy kendőt, ülj be. Hát érted? Hát nem tudhatod, hogy mi sül ki belőle. Lehet, hogy új barátaid lesznek, érted? Hát, tényleg. Belépsz az ötjeklubba. Együtt járunk majd bingózni. Igen, ezt én is láttam tegnap előtt a vonaton. Én azt hittem, hogy egy nagy Duma party lesz. Fölléptem a vonatra. Jó reggelt! Örülnek, és hogy élnek. Senki se köszönt vissza. Majdnem álba vágtam a sűt. Senki se köszönt vissza, mindenki zenét hallgatott. Hát mondom, jó, hát akkor nem beszélgetünk. Igen, ott van egy ilyen alvási rész. Aztán nem tudom, eddig tart, mert ma ráadásul forgatok, tehát lehet, hogy 3:30-kor tudod majd itt délután, mikor rohagy az adást, akkor nem aludtam még 50 percet. Nem házi bulizik senki, menjetek haza, mert vége a bulinak. Tehát, hogy lehet, hogy az lesz, de ezt most úgy érzem, elkaptam. Most nagyon most megcsíptem. Most külön csíptem a rohadékot. Most elkaptam a rohadékot. A démont, aki nem enged fölkelni 5 órakor. Nem, mert megvan az a kelés, amikor úgy kezd, mint hagyom vernének, tudod. Fáj mindened, nem érzed, nem bírod fölemelni a kezed, lassú vagy. Tehát én nem tudom, ti milyen kelők vagytok. Nekem az egy nagy szenvedés. Még 5 perc, még 3 perc. Te tudom én. Gyerünk, megyünk. Tartott ez idáig, mert most már én se vagyok jó, hogy leszoktam a dohányzásról. Ezt na, hogy vagy tényleg? Ez tönkretett. De előtte én nagyon jó keltem. Az úgy motivált, hogy menjél már friss levegőre egy cigit elszívni. Mi elhatárolódunk, természetesen nagyon csúnya dolog, de most fáradtka vagyok. Igen? Aha. Hát most gondolom, ürül nekem, méreganyagok dolgozik a szervezet, fáradtka. Meg tudod, meg hát most nagy hőfokon égsz, most tudod. Nagy hőfokon? Ezt nem tudom, én mondtam. Miért nagy hőfokon? Miért? Ez valószínűleg izzasz. Izzololol. Semmi? Semmi? Egyelőre semmi, tartom magam. Rohadt életbe, hogy tényleg kopasz leszek. Tartom a rohadt magam. Életbe. Nem úszod meg. Rengeteg ember hívott az elmúlt napokban, hogy csak azért csinálj ez végig. A csávó végig csinálja. 22-e? Hát nem tudom, majd attól függ, mennyire leszünk fáradtak. 20. Uh-huh. Szerintem 16. Azt beszéljük meg, hogy az utolsó munkanapunkon megnézzük 8. majd. Lehet, hogy már egy pár nap. Pár napra majd elmegyünk előttem. Azt nem tudom, hogy 22-e lehet, mindegy, 18-a péntek, lehet, hogy ott már meglátjuk az utolsó munkanap. Anyanyag áttalánt után legyek, jó? Tehát, hogy... Tényleg. Léci, azt enged meg, Léci. Ne alázd meg egy ország előtt, hagyd legyek a talent után, az utolsó... mindenkinek. Az utolsó élő után, és utána megvagyok. Tehát utána bármi. Csak hát az biztos hát, karácsonyig eltart. Valamikor annak is ilyen 10 akárány. Igen, szerintem ott az élőknek ott van végem. Akkor szokott tavaly is az X-faktornak valahogy úgy volt végén. Na, mondjuk nem lehet, pontosan. Ne feled, hogy egy, lehet, hogy egy műsornak még jót is tenne, nem? Lenne benne hogy? Valami produkció. Ha megjelenik kopaszon? Az lehet, az hogy az lenne a legjobb vagy rövid hajjal, igen. A zsűri felállva. Végre valami! Igen! Ki ez az új srác? Ja, tök jó, gondoltam rá tegnap. Na.
Egyrészt már volt a Spektrumon egy elég hosszú műsor a molyokról, és eszembe jutott az abban. Igen, és tudom, hogy mennyi féltő gondoskodással óvod és szaporítod őket az asztalon, csak mondom egyébként, hogy ezt a krokantosat is ki lehet már dobni. Nem, most akartam zsabot tenni. Abból már ne egyéb, már hogy ők így csüngenek, mint én, de lehet, hogy nem lenne benne. Rohadt élet, de hogy... Levoltam a lámpát, akkor egyet. Rohadt élet, most akartam zsabot csinálni. Becsukott szemmel. A másik az jó, mint begumiztam. Abban még nincsenek benne. Na, átnézegettem. Na, ez az egyik. A másik meg az, hogy lehet, hogy olvastad, vagy olvastátok. Hát ez nagyon jó pofa volt ez a hír. Volt egy srác, aki egy spanyol srác, pontosabban egy szevillai fiú, aki hosszú évekkel ezelőtt, azt mondja, hogy 2004-ben pontosan, decemberében egy autóbaleset miatt kómába esett. Olvastam. És a fiú hatalmas teniszrajongó volt, és mi volt az első kérdése? Hát mi? Felkelt, nem azt, hát hogy persze. Hogy anya hát hoztál kompotot. Semmi, a legjobbat kérdezte. Illetve mondjuk, mit tudom én, Hessus. Aha. Nem? Federer játszik még? Hogy mekkora csáva, hogy érted? Hogy azért hasonlóan kellnék föl. Bármi lenne az első eszkérde. Gyerekek, jól vannak, Viki, megvan Federer, játszik még? Federer játszik még? Balik, 2038-ban, hogy játszanak? Ez volt a srácnak az első kérdése. Azt nem tudta, hogy ki az Novák Djokovic, nem tudta hova tenni, de azon megdöbbent, hogy még mindig játszik. Második a világranglistán is 17 Grand Slam győzelem. Igen, amikor meghallottam, hogy már 17 Grand Slam jár, a kezembe temettem az arcomat, hozta be annál a cikket nekem is, hogy lássam, igen. És nem beszéltünk össze. Igen. Milyen zseniális a csávó, nem? Jó vagytok? Nem volt jó vagytok, minden. Tudod, hogy felkezdtük a körbenézet. Federe játszik. De ez az igazi. Hát ezt akarom én neki az átadni, hogy ez az igazi rajongás. És ez mindegy, hogy Barca, vagy Messi, vagy Ronaldo, de hogy nem éri meg úgy leélni egy életet, hogy valaki ért az ember, nem rajong ilyen. Kis fiam, Istenem, végre! Ki maga? Federe játszik. A legjobbat. A kezekkel tőlem, néni. Igen, a legjobbat kérdezte, de tökre megértem. Abszolút. De mennyire érdekes egyébként már az agy, hogy azért itt hosszú éveken keresztül gyakorlatilag be volt nyomva a pillanat megállító. Mondjuk azt mondják, hogy sokszor akik kómában fekszenek, azok hallják, tudják, aha, mi történik körülbelül. De nem hiszem, hogy kevesen beszélgettek Federerről az ágya mellett, nem? Igen. Tehát a kórházban, ahol ő kómában feküdt, nem az volt a téma, hogy mi van Federerrel. Igen. Hát vagy az is lehet, hogy ténylegesen, hogy egy ilyen éber kómája volt, és akkor így látott, és be volt ott kapcsolva egy tévé x éven keresztül. De folyamatosan mondjuk amerikai focit nézett rajta. Mikor esett ő kómába? 2004 decemberben. Azt mondja, hogy akkor Rogernek meg lehetett már egy ilyen 4-5 Grand Slam-e. Tehát 12-ről lemaradt. 2004-ben igen. Majd újra nézett. Ott már nyeregette a Grand Slam-eket 2004-ben bőven, a US Open-t is, Wimbledon-t is. Ott már egy ilyen 4-5 Grand Slam-et szerintem meg volt, hogy megnézem. Tehát lemaradt egy 8-10-ről. Lemaradt egy pár 12-ről. Képzeld, de lehet, hogy jelen is próbált meg az ápolók nagy kapcsolatok már valami teniszre, vagy de hogy ez volt. Igen, hogy létszi nem végezként. És nézte a US Open döntőjét, és a Djoko ismeretlen volt számára, amit mondasz. Ki az se tudja. A világ első. Ki az a Nyika? Ránéz egy Djokóra, nem mondod meg, hogy világ első. Egyébként tényleg az. Ez olyan, mint amikor voltunk Dél-Afrikában, ott például a konditeremben volt tévés, és futás közben mindig azt néztem a padról. Állandóan rögbi ment. De hogy éjjel-nap, 6 héten keresztül én csak rögbit néztem. Csak azt nézik, tényleg imádják. Na most ő lehet, hogy ugyanígy ebbe a szituációba volt benne, csak valami egészen más nézett. Golfot. Tudja, hogy Roger meghívja, vagy tehát ez el fog jutni hozzá, ez egészen biztos vagyok benne, hogy ezt Rogernek a sajtósai már tudják, és el fogja vinni, vagy az O2-be a világbajnokságra, ami ugye Londonban lesz most az ATP világbajnokság, vagy az Ausztrál Open-re januárban, tehát valahova, ha kijöhet a srác a kórházból, tudja, hogy ott lesz. Ebben biztos vagyok, hogy ez bejárta a világ sajtót, hogy Federer játszik még. Na, gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, csak hogy ne maradjunk ismétlés nélkül. Ferinek teszteltük a munkavédelmi cipőjét, mert hogy ugye, illetve nem Feri cipőjét, hanem kaptunk egy cipő terméktesztet, és úgy döntöttünk, hogy Feri tesztelje. Igen, valójában Feri lábát teszteltük, csak ez egy meg a türelmét, mert nagyon az idegeim elugráltak. Igen, inkább a lábát teszteltük, mint a cipőt, de hát Ferire tényleg rájár a rúd, mert hogy leszokik a cigiről, és közben még egy százas szöget is belevertünk alulról lábába, átmentünk rajta kocsival, de a cipő kiállta a próbát. Ütötett kalapáccsal. Igen, átment a teszten. Igen. Mindent elkövettünk, hogy a cipő kudarcot vajon. A cipő vajon. Az igen, kiállt a próbát a lábam, nem. Na, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán jövünk vissza. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en.
8 perc múlva pontosan 7 óra itt vagyunk, és már is játszunk valakivel. Hogy állunk játékkal? 2-1. Hát, szinken. 2-1, remegyünk? Akkor ez már nagyon kell, hogy holnap ne legyen döntőzés, az sose jó. Szeretnék aludni ma este. Nyugodtan mi. Na megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Szia. Hello. Na, mi újság van, Kata? Minden rendben, köszönöm szépen. Éppen úton vagyunk Budapestre a suliba a kisfiammal. Ó, mekkora gyermek? 8 éves. 8, és melyik suliba jár? A Nemzetközi Petőintézetbe. A Nemzetközi Petőintézetbe. Uh-huh. És gondoltad, hogy akkor most közben legyőzöl bennünket? Tutira. Tutira? Igen, ebben ennyire. Én szeretem, ha valaki ebben ennyire. Tutira. Ennyire biztos. Kata, minden más megtudunk rólad a játékban. Jó. Okay. Kivel szeretné játszani? A Janival. Janival. Megtisztelsz. Köszi szépen. Jó. Akkor indítjuk is az órát. Jó? Mehetünk, Kata? Köszönöm, igen. 3-2-1, tessék. Kata, jól tudom, hogy csákvári vagy? Csákvári, bizony. Van ott egy nagyon jó cukrászda. Nyilván ismered. Persze ismerem. Valamint nagyon sok közös dolog van bennünk, ami mi is rajongunk a várakért például. Szeretitek? Melyik a kedvencetek? Csókakő itt a környéken. Csókakő, nagyon ismered-e? Jó. Természetesen. Sokszor voltatok már arra? Többször. És hol voltatok még? Várgesztes. Ismered Várgesztes? Természetesen. Csókakői várat láttad-e már, amióta fel lett újítva? Többször is. Pedig az csak most készült el. Van ott a közeletekben egy szerzetes rend, a kamaduli szerzeteseknek, a Majki. Pontosan, ez pedig Majkon van, a Majki is gyönyörű és akadálymentes, ami a mi szempontunkból nagyon-nagyon fontos, mivel a kisfiam kerekesszékkel közlekedik, és ott tuti tök jó be lehet járni mindent. El akarod veszíteni ezt a játékot? Nagyon gondolkoztam rajta, de Abecsárján, de jó játékos van. Jó, gyerekek, sütemények és várak. Nagyon izgultam a Jani. Igen, nagyon gondoltam itt a vége Janinak. Sütik, várak, ezt nem lehet, hogy ne szóljál magát. Nem lehet, hogy ne szóljál magát. Kata, nagyon ügyes vagy. Jó játszottál. Köszönöm szépen! Ügyi vagy, tényleg, kiválóan játszottál, flottul, jól, hosszan beszéltél, ez beleköthetetlen. Szóval, hogy nagyon. Tudjátok, a kisfiam, ő nem beszél, és muszáj vagyok mindig szóval tartani, meg eldöntendő kérdéseket feltenni számára, mert azokra tud választ adni. És akkor így már teljesen belejöttem a sok dumálásba, meg amúgy is mindig beszélek. Nagyon, tényleg kiválóan játszottál. Olyan jó volt veletek játszani. Ha, nekünk is jó, mindig jó ilyen flott játékosokkal játszani, mert ha valaki ilyen ügyesen játszik, örömmel adjuk oda az ajándékcsomagot. Sokkal jobb így veszteni, mint egy rossz játékban nyerni, ahol a játékos, mint tudom, 10 másodperc után kimondja, és igen, nem annyira jó. Igen, a játékos is tök jó volt. Igen, kapjuk. Múlt hetet is elvesztettük, sancos, hogy ezt a hetet is lehet, hogy elveszítjük. Na, kezdtek jönni. Kezdtek jönni. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, puszi neked. Köszönöm szépen, sziasztok. 5 perc pontosan, 7 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjétek, Norbi üzeni, az út a nappalitól a fürdőig tiszta és hatóságmentes. Köszönjük. Köszönjük szépen, jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És belevágunk a reggelbe. Hármas úton, Bükkbárány beltőleti van egy trafi, ezt Gergő küldte nekünk. M6-os dél, az utolsó alagút, kijáratnál közvetlen. Budapest irányában a tegnap lefeküdt kamion az út szélén vesztegel. Azt mondja, hogy szén a WC-papír árus küldte nekünk. Köszönjük szépen. Nézzük, hogy van-e még valami mérnek Újfehértó belterületén. Bodor az Ivekós üzeni, szürke Skoda Fabia mér Csornán Bősárkány felé. Eddig ilyen kocsiból itt nem mértek. Üzenete Oliver Boconádon mérnek. Van-e egy Boconád? Sanyika, vagy Csanyika üzente nekünk, köszönjük. Vagy Csanyika, nem tudom, hogy hívják. Könyves Kálmán Népliget felé az MTK pálya előtt a szélső sávban egy elpusztult troli
Vesztegel. A torlódás jelentős. Cisza üzente. Magára hagyott Rafi az M3-ason a 106-os kavicsnál Miskolc felé. Szabesz üzente nekünk. Köszi. És még egészen korán jött, hogy Alsó-Némedi belterületén jól láthatóan trafizák a Budapest felé menőket, ez az ötös főutat érinti, úgyhogy ott is figyeljem mindenki. Bocsonát község, Heves megye, Heves akkor, járás, akkor nem Karácsontól 19 km, Hevestől 11. Az jó, köszönjük. Betettük a térképre. Nagyon, nagyon feltettük ezt is, igen. Feltettük a térképre. Ez a 105 éves bácsika, aki haragszik magára, hogy 40 alatt futja, vagy 42 alatt futja a százat, azért ott van szigor, nem? Tehát, hogy már útközben elsírod magad, hogy 105 évesen csak 40 másodperc alatt tudod lefutni a százat. Tehát a bácsi azért spártai, azt gondolom. Bár felénél kiborulsz és zokogsz, hogy miért nem 35 alatt. Basszus, öregszek, többet kell lehetszene. 105 éves. Ugye azt tudjuk a japánokról, hogy baromi sokáig élnek. Tehát ott valami olyan magas a férfiak átlag, meg a nők átlag életkora. Nyilván függ azért attól, hogy mit kajálnak. Egyszerűen nem esznek zsíros dolgokat, jól kajálnak. Tehát alga, a tengeri moszatot, tengeri dolgokat esznek. Sok nincs halat. Zsíros, nincs magas koleszterin, semmi. Csak halat, nyers halat, sok rizst, algát és mindenfélét. Meg szexuális elfolytások. Meg hát tele vannak elfolytásokkal, de azért a bácsi 105 évesen azt mondja, hogy a kutya fáj, hát már csak 40 alatt futom a százat. Nem baj, jövőre többet edzem, azért ott van kitartás. Igen, valamit elszúrtam, a felkészülés, az alapozásom, az nem volt megfelelő. Van ez, hát csak az azt jelenti, hogy 2000, mikor született? 1910-ben. 1910-ben. Igen. Tehát ugye? Tehát akkor ott volt két világháború, volt két atombomba, nem tudom, 60-as, 70-es, 80-as években még mi fontos volt Japánban, de volt egy-kettő dolog. Azért van mit mesélni, amikor leültetik az unokák, és azt mondják, hogy nagyapa, mesélj egy kicsit a 20. századról. Na, hát akkor 1905 egy hiroshimai kórházba megláttam a napvilágot, és onnan kezdve a nagypapa mesél. És elmesél neked 100 éven. Azért valamit, nem? A holdra szállást, a Kennedy gyilkosságot, a tévé megjelenését, tulajdonképpen mindent. Mindent. Tehát mennyi mindent mesélsz, nem? Mindenre emlékszik. Hát mindenre emlékszik, de valószínűleg jó állapotban van a bácsika. Amúgy is híresek arról, hogy mindent feljegyeznek, mindent megjegyeznek, és hogy múltból így mindent bármikor elő tudnak ráncigálni, mert hogy hihetetlen tradícióápolás van az országban, de ő tényleg mindent el tud mesélni. Sportoló volt, vagy csak így időskorára kapott rá? Tehát, hogy így ráérj, így 80-90 fölött csak fussunk már 100 gyerekek. Valami értelmeset kell. Igen, elkezdett futni. Hát nem tudom, lehet, hogy két korábban is sportolt. Azért beszélgetnék a bácsi, vagy tényleg mi? Mondja, hogy nyilván genetika is, tehát, hogy ott valahogy azért szerencsésebben alakulnak ezek a dolgok. Tényleg ott 89-esen valaki föl se kapod a fejed. Tehát 80 éves sportol, jól van. 105-re már egy kicsit azt mondod. 105-re azt mondod, erős, de hogy valaki 93 évesen a tájcsizik, vagy nem tudom, kungfuzik, vagy szinte nem is érdekes. Mert vannak még pár millió, akik szintén ugyanebben az állapotban vannak. A 105 az már nem tűnik rossznak. Mondjuk a tájcsizás és a kungfuzás, az Japánban hazárolás. Az is igaz, akkor karatézik. Ja, tényleg lehet egyébként, hogy az már nem megy neki annyira a töréstechnika, ezért elkezdett futni. Kínában láttam én baromi nagy parkokat, amikor akin voltunk Pekingben, és ott 70-80 évesek. Az zseniális. És nyomják, és van, ahol táncolnak, ugyanabban a parkban vannak ilyen kis ötyeklubok, ahol csak 70 fölötti nénik, mint tudom én, tájcsiznak. 200-300 ember táncol egyszerre. Ez a lassú torna, ez a tájcsi. A tájcsi az, ami ilyen kis lassú, igen. De van, akik mondom táncolnak, akkor van, akik nunchakut pörget, és vannak olyan parkok, ahol azért mész ki, hogy ilyen közösségi élményként megérd az együtt tájcsizást, és ilyen 100-150 ember onnan egyszerre csinál valamit, baromi jól néz ki. De európai fejjel nagyon fura. Tehát itt látsz ilyen magányosan kocogó embereket ugye sokszor, de egy 100-150 ember táncoljon egy parkban, ilyen azért nem nagyon van. És ezt ott nagyon sok helyen csinálják. Szokták nálunk mondani, hogy persze, mert hogy azért akkor majd, hogyha ők is reggeltől estig dolgoznak, meg gyereket nevelnek, ilyesmi. De hát a kínaiakról azért ez dolgosan el tudjuk mondani. Nevelnek. Reggeltől estig melóznak, és annyian vannak, mint a kínaiak. Ez a jó kommunista hagyomány egyébként, hogy ott még a mai napig is vannak olyan gyárak, ahol közös tornával kezdenek. Na, ez mondjuk pont nem kommunista hagyomány. Nem? Hát mert nálunk például a kommunista hagyomány a közös éneklés reggel a gyerekeknek. Nálunk, bocsánat, nálunk is. Igen. Azért gondoltam. Pont ezeket a dolgokat, mint ugye ezek a régi kínai tradíciók, mint például akár a harcművészetek, akár más művészetek, ezeket a kommunizmusban Mao alatt tiltották. Tehát, hogy ezek úgy szivárogtak be, aztán ki. De nem, az, vagy lehet, hogy ebben a részben igazad van, de az együtt tornázás az például nálunk is volt annak idején a gyárakban 5 perc reggel.
együtt nyomták. Két meg perc az öltözés, igen, két perc vetközés. Meg a közös éneklés. Hát, ja, hát igen. Az igen. Szerintem. A közös éneklés. Hát a közös éneklés, igen. A pártalan nép. Én azt igen. mondom, hogy legyen minden reggel itt is nálunk közös éneklés, legalább 5 perc. A vezetőink éltetése. Ákos Alejandro. Ákos alatt, vagy adás alatt. Tehát le, az adás is tetszik, szerintem örülnének neki. 7 óra után mindig énekeljünk kicsit? Igen. Na, de ez jónak tűnik. Énekelje. Mit énekeljünk? Mozgalmi dalokat? Az a baj, hogy mozgalmi dalokat, az áthallásos, meg fura is lenne erős, ebben a rádióban. Fura lenne értelmetlen, hogy jövő hétfőtől elkezdjünk mozgalmi dalokat énekelni. Hát akkor csak nem? Tavaszi szélvizet áraszt, vagy nem tudom, abban van valami? Azt most lehet, vagy nem lehet? Ezt nem tudom. Hát abban nincsen semmi. Mamám is minden reggel tájcsizik a gerebjével, írja nekünk valaki. Na mindegy, jó a bácsika, megkérdezném azért tényleg, hogy mondja, ha egy mondatban el kellene mondani, hogy mi az ő titka, ami egyébként tényleg Japánban nem számít nagy titoknak. Mit mondana? Mutatok egy képet a nejemről. Ezért nem vagyok soha otthon. Igen, Mária Ozovával él együtt a híres japán pornosztára. Szóval meghallgatnám, hogy azért mit mond. Mert a kaja az csak egy dolog. De hát azért van egy csomó környezeti hatás, nem? A stressz, a az érdekes, a munka, mert az őket azért a család, hát azért, pedig ő, nekik azért volt. Hát 45 környékén igen, azért ott azért kiárt, és látod mégis, valószínűleg más az élethez való viszonya, meg a felfogása, tehát nyugisabban biztos élnek. Biztos, igen. Meg a hal, ez a kettő. A nyugi, meg a hal. Csak ez lehet, meg a szaké, szerintem. Igen. Meg teljesen máshogy gondolkodnak a családról, teljesen máshogy gondolkodnak az együttlétekről, tehát nagyon érdekesek az ázsiai kultúrák egyébként. Hogy ugye Európában te az idősekkel lemondasz. A legtöbb helyen. Otthon barakod őket, leválasztod a családról, nincs már rájuk szükség, még nem kellenek, néha meglátogatod őket, legyen a lelkiismeret furdásának. Tisztelt a kivételnek, nyilván van, ahol ott élnek egyháztartásban, de hogy ugye külön vannak, és akkor jön. Ott nem így van. Tehát Ázsiában nagyon sok 8-10-12-15-en élnek aha együtt. És az egyébként baromi jó, ha belegondolsz. A kérdés, hogy ez itt mennyire menne nekünk, de hogy ott az unoka ne is együtt játszik a nagypapával, a 90 éves nagypapának még ott van a gyereke, bent van a családban, nem külön van, érzi, hogy hasznos. A 90 éves nagyobban a 70 éves gyereke. A 70 éves gyereke, igen, és az 50 éves unokával. És azt látod, hogy 8-10-15-en élnek együtt. Japánban, Kínában, Tájföldön, és ott a nagymamát fiatalon tartják a gyerekek. És nem arról van szó, hogy hétvégenként átmegyünk és meglátogatjuk az egyébként egyedül élő nagymamát, hanem integrálva van a családban, nincs kirakva a család szélére, és valahogy azt érzi, hogy hasznos ott van, még a család szerves része, és nem akar meghalni. És nem, nem akar megöregedni. Nem ilyen mondva csinált meló, feladata van, szükség van rá, és a fiatalok fiatalon tartják. Baromi jó egyébként, itt azért ez kevésbé jellemző. Elköltöztetett, zavar már, szétválsz tőle, és akkor hétvégén meglátogatod. Nem, nagyjából ez van. Uh-huh. Ott viszont együtt tartják, hát az egészet. Micsoda, hogy? Vagy nyugdíjkor látogatod meg. Igen, amikor tudsz kölcsön kérni. Vagy nyugdíjkor, vagy hétvégén, szóval teljesen máshogy gondolkodnak. Ott nagyon nagy tisztelete van az időseknek. Itt kiröhögöd egy kicsit, ellököd, félrenézel, nem foglalkozol. Minél idősebb valaki, annál jobban tisztelik. Ez nagyon, nagyon uh-huh érdekes, egészen más. De hogy mi itt miért nem tudunk együtt élni a szüleinkkel, vagy párunk szüleivel? Hát, igen, ez egy jó kérdés. Hogy ez valahogy nem így vagyunk szocializálva. Ott teljesen természetes. Anyuka most bekopogna hozzátok. Meg vagy itt hozzám. Más a szemlélet. Itt idősen valaki azt mondja, jaj, az én koromban röhögsz rajta, jó van, papa, maradjál, csak hagyod már. Nem? Ott viszont minél idősebb valaki, annál nagyobb tisztelet övezi a családban, és ő a család vezetője. Itt a fiatalok veszik át az irányítást, és mondod a nagypapának, hogy jó van, papa, na, üljél, igyál valami. Hát egy kis csöndbe vagy. Most nyilván karikírozom a dolgot, vagy sarkítok, de nem így van? De, így. Igen. Ugye? Hát most jó van, anyám, na, ne mondd már meg, ma, én már tudom. Ilyen nincs Ázsiában, tök máshogy gondolkodnak. Kikéred a véleményét igen ott az öregnek? Tehát hogyha vagy az idősnek, bocsánat, tehát mondjuk vállalkozásba kezd a japán 30 éves, akkor megkérdezi a 70 éves nagyapát, igen, hogy nagyapa maga hogy csinálná. Igen. Az internet fejlesztés. Azt nem tudom, hogy a japán állam egyébként hogy finanszírozza saját magát nyugdíj szempontból. Azért ez egy érdekes kérdés. Valakinek mi a nyugdíjkorhatár? 93 év? Tehát hol van a japán nyugdíjkorhatár? Ha tudjuk, hogy ott az átlag életkor mondjuk 85-90 év. Hol léptetik nyugdíjba a japánokat? Elmész nyugdíjba. 83 éves. 83 éves vagy. Irány a nyugdíj. Hogy léptetik őket nyugdíjba? Lehet, hogy csodálkozunk itt a bácsin, hogy 100 évesen még futkalászik. Lehet, hogy még nem is nyugdíjas. Érdekes lenne a japán nyugdíjrendszer. Hát gondold el, mennyi fiatalnak kell ahhoz dolgozni, hogy fenntartsa a japán nyugdíjrendszert, ami egyébként szintén egy öregedő társadalom, ugye, ahogy az európai társadalom is egy öregedő társadalom.
ezért lenne jó egy csomó mindenkit itt tartani, befogadni, dolgoztatni, hogy el tudjuk láttatni majd például a saját magunkat, mikor 30 év múlva nekünk már nem lesz nyugdíjunk. De hogy ott mi van? Gratulálunk! Fujiso-san. Nagyon ezeket. Kidőnödjünk, nyugdíjkoradárba lépett. 93 év. Elmehet nyugdíjba. És még van 18 nagyon jó éve. Fogadj ezt az arany katonát. 40-es munkaviszony jutalmát. Igen, szóval, hogy én is tudom, hogy ezt hogy finanszírozzák. 20 évig még fizet. Itt az állam kicsit örül, ha meghalsz, nem? Tehát, sőt, számít is rá. A magyar férfiak nagy többsége nem ér. Nem számít. Kicsit számít. Hát nem éri meg az államnak a nyugdíjas. Hát ez a legnagyobb ráfizetés. Hát, dolgozol 50 évig, az 63 évesen kapsz egy agyvérzést. GDP-t nem termel. Ú, de jó, meghaltál. Hát nem? Hát kinek éri meg? Hát itt Addig számítanak rád, vagy addig vagy fontos, amíg fizeted a TB-t. Amikor már neked kell kifizetni azt, amit te befizeti, akkor már nem. A férfiak átlag életkora Magyarországon mennyi? 50, 55, 60? Hát a 60 fölött van már most már egy-két évben. Kicsit kitolódik. A nagy többsége a férfiaknak azért, nem jut el a nyugdíjig. Nem éred meg a nyugdíjadat. Azért az kemény. Nem? Azt a nyugdíjat megérni lehet. Hát igen, jól, lehet, hogy igen, nem is erre számít az ember. Most na mindegy, szóval érdekes, nem sokat lehet tőlük tanulni, biztos, hogy hogy csinálják. Biztos, hogy ez is benne van ott, hogy ott azért van egy tényleg egy kiszámítható életpálya. Tehát, hogy nagyjából tudod, hogyha ebbe az iskolába mész el, utána pedig ebbe a gyárba, és mondjuk ilyen pozícióban kezded a pályafutásodat, akkor 10 év múlva, 20 év múlva jó esetben ebben és ebben a pozícióban leszel. Hát nálunk most mit tudsz előre tervezni 5-10 évre? Se. Ott meg 30 évre terveznek előre. Tudja, hogy ha ezt az egyetemet végeztem el, és ezzel a papírral megyek, aha, ez akkor a céghez, ez lesz a sorsom. Akkor 20 év múlva én vagyok a főosztályvezető. Sok izgalom nincs benne. Ugye? Én szeretnék ilyen izgalommentes életet. Na, ezért futkorásznak. Ja. Csapkodják egymást. Hogy hívják okkal? A bambuszkardokkal. A japán átlag életkor 83 év. 86 a nőknél, 79 a férfiaknál. Aha. 65 a nyugdíjkorhatár. Tehát 18 nyugdíjas évet jelent az neked tulajdonképpen, ugye? Mivel Japánban a legmagasabb az átlag életkor, 18 év általában több, mint más hasonló országokban. És arról van szó, hogy te elkezdesz befizetni egy összeget, és aztán azt az összeget kapod majd meg. És az összeg folyamatosan kamatozik. Ja, tehát amikor még aktív kereső vagy, akkor berakod ezt a pénzt. Igen. Aha, de nem az állambácsi, az nyilván, hanem valami kasszába. Hát ebben már benne is van, hogy be tudsz valamit rakni. És van mit befizetni. Tehát nem az van, hogy hónaptól hónapig élsz, igen, hanem be is tudsz rakni valamit a takarékba. És ráadásul ezek a nyugdíjasok, ezek nem jelentenek nagy terhet az ország számára, hiszen nincsenek soha otthon. Hiszen Európában vannak, Amerikában vannak, társasutakon futkorásznak, meg futkorásznak mindenféle szenior atlétikai versenyeken. Jó, ez csak egy kitérő volt, nem ez volt a témánk, de érdekes, a 105 éves bácsi tényleg helyes hír volt szerintem. Azért az ember ezért így elgondolkozik, hogy de jó lenne, nem? Ebben a minőségben még azért így megnézni a gyerekeid, unokáinak az unokáit is fellőni, azért egy idő után az ember egyre jobban elkezd ragaszkodni a saját életéhez, minél öregebb vagy, hát ha ilyet hall az ember, az mindenképpen jó. Na de, nem erről akartunk beszélni, mondjad? Csak annyi, 80 ezer fő van, aki 100 év fölött van. Most Japánban? Zseniális. Szeptember 23-ától az egyik budai bevásárló központ úgy döntött, hogy megnyitja kapuit a kutyák előtt, és hát ez pro és kontra felsorakoztat szerintem érveket. Kutyák is vásárolhatnak? Így van, két láb, de csak két lábon járó az amerikai írtákosnál, hogy ugye egy majomnak jár a szelfi után bevétel. Akkor igen. Azt hittem, hogy az állében pedig ez lesz, hogy... Kutya barát bevásárló központ lesz az egyik bevásárló központ. Azt mondják, hogy állatbarát bevásárló központot, programot indítanak, és azt jelenti, hogy a felelős kutyatartók a jól szocializált kutyával bemehetnek. Hát ez már ugye azon a kérdéseket vet föl, hogy az én kutyám jól szocializált-e. Nyilván mindenki kutyája jól szocializált. Saját maga, igen, saját a maga, azt mondom, persze. Jó, nem jó, szeretjük, nem szeretjük, van ott egy csomó étterem, mit gondolunk erről? Ugye külföldön ez nagyon megy. Bárhova bemehetsz, Bécsben, kávézóba, bevásárlóközpontokba, az ember elmegy kicsit külföldre, látja, hogy ott már ez abszolút működik. Senki nem lepődik meg, hogy egy kis pániel bekocogod a Pick and Plockenburgba, és akkor ott nagyon vásárolgat a gazdájával.
Na de mi lesz Magyarországon? De ott az kinti kutyák azok korrektek, vagy hogy nem kakil oda, vagy az miért lehet, lehet menni? Nincs is kiválasztás. Ja, hogy nem. Aha. És szerintem nálunk azért, meg nem azért, lehet. Ezek a pici kutyák lehetnek, nem? Ezek a karon ülő ilyen kis izék, ilyen kis nincs különbség a szóval kutya között. No pitbull, no husky, no Bernát hegyi, camon, Yorkshire, és izé. Hogy hívják, 2,5 kilós remegő testük, könnyes szemű kis bolonyézen meg egy 60 kilós nápolyi maszkülök között, én érzek különbséget. Vagy beengeded a kutyát, vagy nem. Tehát nem diszkriminálhatod a nagyokat, és engedheted be a kicsiket, mert a nagy gazdák felháborodnak, hogy mi az, hogy a kis csenevész, izé, kisebbség komplexusos kis Yorkshire bemegy, míg ér a Bernát hegyiben nem tudok. Miért jöhet be a kis és miért nem jöhet be a vagy beengeded, vagy nem engeded be. Ugye a budai bevásárlóközpont úgy döntött, hogy ők beengedik. Ez egyébként egy nagyon szimpatikus kezdeményezés szerintem. Maga az, hogy a bevásárlóközpontokba bemehet. Életszerű? Micsoda? Életszerű, most fura egyébként, hogy én kérdezek ilyet kutyatartóként, mert szimpatikus a dolog, de ugyanakkor meg nem érzem életszerűnek. Most elképzelem, ahogy ténylegesen bemegy, mondjuk a picit kötöm az ebbet a karóhoz, bemegy a hatalmas nagy testű kutya, illetve a gazdival együtt szépen besétálnak, mindenki nagyon örül, stb. És akkor a bevásárló központnak kellős közepén a kutya elkezd, hogy hívják, szemmel láthatóan keresgélni egy kis helyet, ahova lerakhat egy kisebb, vagy egy nagyobb csomagot. Nyilván na most kiviszi az a gazdát. Hát, na most... Miért nem viszi ki? Hát, Feri, nem viszed ki. Ha az ott akar, akkor az ott fog. Hát... De a gazda csak ismeri a kutyát, hogy mikor... Jó, de akkor te nem szereted ezt a dolgot? Vagy ne vigyék be? Vagy mi az, mondjatok álláspontokat, mert ez a... Szerintem vigye. Simán vigye. Hát egy gazda csak tudja már kutyájáról, hogy mikor gittel, mit csinál. De nem lehet, nem teheted ki, hogy 30 centis marmagasságig behozhatsz egy kutyát. Figyelj, egyszerűen nem érzem életszerűnek. Ez olyan, mint hogy beengednéd az alacsony embereket, de nem engeded be a kövér embereket, mert az két helyet foglal neked, amikor turkálsz mondjuk a Houndenbe. Nem? Kicsit hát tetszik neki az ötlet. Fészülő nélkül engem be se engednek. Jó, hát tényleg megkérdezik egy kisfiú, hol vannak a szüleim. Elkeveredtél? Gyere, menjünk el a hangos bevondós bácsihoz. De maga a kutya zavar? Tehát az, hogy ott egy Bernát egy ráliheg a nadrágodra? Azt, hogy nem érzem életszerűnek a dolgot. Tehát, hogy ez így jól hangzik egészen addig a pillanatig, amíg majd a két masztifos, vagy bullmasztifos, vagy nem tudom, valamilyen Bernát hegy is össze nem fut majd a bevásárló központ kellős közepén. Én mindig azért vagyok ezekkel a dolgokkal szemben távolságtartó, mert nem a kutyatartóktól félek alapvetően, hanem azoktól az emberektől, akik nem kutyatartók, és vannak mindenféle averziók a kutyához. Akarod vagy ne akarod, nem az életszerűséget mond. Egyetértesz vele, vagy ne menjen be kutya, mert összevesznek. Imádod engem... ezeket a fekete fél dolgokat, igen, akkor mert nem akarom. Zavar, hogy két na, kutya akkor összeveszi nem bent, akkor nem akarom, akkor nem hogy bemenjen két kutya, mert nem akarom, nem hogy akarom. Ott a gyerekemmel együtt odaszarjon, összeveszen, harabdálja nem de nem életszerű, tehát mondjuk ki, hogy akarjuk, figyelj, vagy nem akarjuk. Én nem akarom a következmények miatt. Beengednéd, vagy nem engednéd be? Nem akarom, nem engedném. Na, hát látod, kiszedtem belőled. Nem volt egyszerű. De megvan. Nem akarod. De az sem mindegy, miért nem akarom. Én ebben az esetben a kutyákat meg a kutyatartókat féltem. Hogy megint mi lesz ebből, hogyha adott esetben ott van, történik valami. Megijön a kevésbé a jól szocializált kutya, meg a kutyatartó, a gazdi, szembe találják magukat egy kevésbé jól szocializált szülővel, anyukával, apukával, aki, Istenem, ezt meg hogy engedték be? Nem is tudja, egyáltalán azt se tudja, hogy be lehet engedni. Nem ismeri a kutyát, rögtön elkezd pánikolni, hát és megint velem, hogy esemény lesz belőle. Nem engedheted el. Hát nem engedheted el a bevásárlóközpontban, pórázon van, ne adj Isten, szerintem még szájkod. Hát de akkor miért kezd el üvölteni egy gyerek, hogy ja Istenem, ott egy kutya, hát ott van a gazdája mellett, fogja a gazdája izé. Ha egy játszótéren, vagy egy játszótéren kívül, mondjuk egy parkban elkezd üvöltözni, amikor szembe jész. Jó, oké, most persze belekapaszkodhatod a részletekbe, igen, nagyon jól csinálod, igen, de hogy ettől függetlenül, ha egy parkban összefut egy anyuka, aki kevésbé ismeri a kutyákat, és meglát téged a kutyáddal, és elkezd üvöltözni, akkor még egy bevásárlóközpontban nem kezd el majd üvöltözni, hogy úristen, hogy engedhetik be ezt a ez egy bevásárló, ez egy barátságos bevásárlóközpont, ez lesz kiírva, és akkor tudod, hogy te, ha téged ez zavar, akkor nem mész oda. Igenis, nyissuk ki az ajtókat, én nem vagyok kutyás, nekem nincs, nem is lesz egyébként valószínűleg. Miért viszi valaki egy kutyát? Mert szeretem, mert együtt van a kutya. Mi az, hogy miért? Hát, hogy elmegyek vele sétálni, megsétáltatom, lerakom otthon, elmegyek a plázába. És eszedbe jut, miért kell a kutyát bevinnem a plázába? Jaj, nem fizettem be a... Értem. Izét. Jaj, aha. Nem, veszek a Peek & Plotty & Flötybe egy valamit.
Mert az bugyba veszek egy szexi fölső. Nekem is van, én beengedem, én örülök, hogy bemehetnek. Az ő fölsége, annyira jó, kutyám, blogy. Én örülök neki, csak felmerült bennem a kérdés, hogy például nekem lenne kutyám, nekem volt, de hát ilyen praktikus okokból lehet, hogy bemész. Nekem nincs vele bajom, én tökre irigykedtem, mindig, amikor Bécsbe sétáltunk, és láttam egy kutyát bemenni egy plázába, kulturáltan, jól neveltem, porázom, de jó nekik, hogy ők már olyan érettségi szinten vannak, hogy ebből nincs balhé, nem kezdik el egy táskával ütni a kutyát, nem rohan oda valaki, hogy mit szart a kutyája, mert nem gitt el oda a kutya. Tehát, hogy tök jó. Félted a kutyát, és félted a kutyatartót is, vagy nem a gazdit, mert ez a kutyatartó, ez olyan furán hangzik számomra, de én ezt éttermet sértem. Tehát, hogy az étterembe bér. Én például, hogyha elmegyek egy étterembe, én nem feltétlen szeretném, annak ellenére mondom ezt tényleg, hogy kutyánk van nekünk is otthon, és mi is gazdik vagyunk, és nálunk is családtag a kutya, de nem vinném be magammal az étterembe, mert nem vagyok benne biztos, hogy azok az emberek, akik ott vannak, annyira örülnének neki, hogy én ázott komondorszakba kellene elfogyasztaniuk ezt most étterembe dönti el, hogy hova mehet be, hova nem. Igen, tehát nincs kitiltva, mint a dohányosok, hanem étterem dönti el. Tök érdekes a dolog, mert nem tehetett ki azt, hogy kutya áthúzva, tehát hogy ilyen jelző. Hát, de megmondhatod, hogy... De igen, hogy kutyával nem látják. Ezért érdemes oda telefonálni előtte. Igen, meg szokták kérdezni, aki annyira kutyás, és kicsit visszatérve arra, amit te mondtál, hogy Bécsben láttad, hogy ők másként élnek együtt a kutyával, ott úgy családtak, hogy ténylegesen a napjával... Igen, hogy a napjában benne van. Tehát Jani hozná most ide a izét, a blökit, aki itt feküdne a sarokban, megvárna, amíg 10 óra van, együtt mentek tovább. Nem, bárhol szemmel nézne rátok, kicsit az csodálkozó, hogy adjál valamit enni. Abban Janival én szemben menjek, hogy szerintem menjen be nyugodtan a plázába, ha jól szocializált, és már pedig szocializáljuk magunkat, legyen ez egy próbaüzem. Tehát, hogy nézzük meg, aztán, ha nem működik, akkor nem működik. De étteremben meg veled értek egyet, hogy oda viszont ne vigyél be kutyát. Mert én ott eszem. Hát és? Egyél. Mert eszem. És neked megázott a komondorod, ott kutyaszőr van, én allergiás vagyok a kutyaszőrre, én nem megyek hozzá a kutyádban, én viszont ott nyugodtan be akarok enni egy sztéket. Ne vigyél, az Alés egyébként tele van fönt éttermekkel. Hát akkor az aljában mehetsz. Nem, hát oda beengedik, akkor bárhova mehetek. Tehát nincs az, hogy akkor ide-oda mehetek, mozgólépcsőn már nem mehetek föl. Tehát te bementél kutya nélkül, befizetted a kis csekkedet a telefonodra, vettél egy cuki fölsőt a plittyára, akárhol. Tök mindegy. Az fölmentél. Mi van, ha félek a kutyáktól, és én úgy akarom megenni a tofu salátámat, hogy én félek a kutyáktól. De akkor lent, nekem lent. Ne üljön ott egy kutya, amíg eszem. Hát de nem, hát, nem ott ül, arrébb ül. Hol? Hát, egyel és arrébb. És a leül mellém egy komondor. Egy vizes komondor. Egy vizes komondor. Érted? Szóval, hogy vegyes a dolog, szerintem menjenek plázába, de étteremben nincs helye a kutyának. Ott az emberek esznek, kutyára allergiásak, a gyerekem fél a kutyától, én nem akarom... Menj, ezt haza, meg lehet, ezt meg lehet érteni. Anyáddal. Egyébként ezt is, tényleg. Tehát, vagy a kutyával. Vagy főd, adjál enni a kutyának, az gyere le egy étterembe enni. De ezt is meg lehet érteni. Mezitláb egy étterembe. Meg lehet érteni, és én mondom, kutyásként én nagyon félek a konfliktusoktól. Tehát amíg belekeveredhetek a kutyával együtt. Most volt egyébként egy nagyon kellemes és nagyon pozitív élményem ezzel kapcsolatban, mert egy Lőrinc étteremben mi is kutyával mentünk el, a sógornőmék nem tudták hova tenni a kutyájukat, olyan állapotban van a kutyus, hogy igazából mindig vinni kell maguk. Háromlábú kutya gyakorlatilag. Most tudtam, hogy bejössz egy ilyen szociosztorival, hogy megsajnáljuk. Persze, háromlábú félva kutya, hát azt én is beengedném az étterembe. Igen, egy gazdátlan nélküli, nagyon hálás, kezet nyalogató, félvak francia buldog. Figyeljetek, két lába van csak, bal elől és jobb hátul. És egyébként egy Staffordshire. És én, megmondom őszintén, én alapból azt mondtam, hogy hú, ne vigyük el a kutyát, nem fognak mi körül, de egyébként sem fogják megengedni, hogy bevigyük. És mondom, telefonáljuk oda, kérdezzünk meg a biztonság kedvéért. És akkor, sőt, nem is egyébként Móni mondta azt, hogy telefonáljunk oda, én azt mondtam élből, hogy szerintem nem fogják megengedni. Oda telefonáltunk, és a legnagyobb meglepetés, mondom, ez egy kellemes meglepetés volt, azt mondták, hogy persze jöhet. De mondtátok, hogy na most te meg aztán a plázába nem engedéd be a kutyákat, de kajálni meg elmész a félva kutyával, mi? Nem így azért ez, vagy nincs, a féllábú kutyával. Azért ez így könnyű. Tehát akkor hát, hogy van ez? De én azért láttam az embereknek az arcán a megilletődöttséget, meg azt, hogy egy kicsit úgy félve néztek rá, meg azt, hogy hát kétkedve, meg jó, ilyesmi. Amiatt, mert egy háromlábú kutyáról beszélgetünk, aki irányában nyilván van egy szánalom az emberekben, nem tudja földolgozni. De csak egyik szögből látszik, hogy háromlábú. Ha takarásban van az a kis hátsó, akkor jó, nem akarok ezzel vicceskedni, meg nem is olyan. Ne, tökre rendben van a kutya egyébként lelkileg, tehát semmi gond nincsen vele az égvilágon, ő nem úgy éli meg, hogy háromlábú. Nem lehet, hogy téged néztek.
Nem. Nekem volt egy francia buldogom, én nem vinném étterembe, mert a kutyánom fingott, böfögött, érted, ott leülök vele egy étterembe. Nem rosszul van szociálizálva. A francia buldog ilyen, az fingik, és büdös. Hát meg érted, most még ott vannak hárman, még egy negyedik is fingjon, böfögött. Leültetném az étterembe, tehát vagyok annyira kegyes másokkal, hogy ne fingjon az orra alá francia buldog, mert az angol buldog, francia buldog az ilyen, nem rosszul szocializált, ez valamit elcseszett a természet, és egyszerűen nem tud a kutya úgy 10 percig ellenni, hogy ne jöjjön ki valami ilyen valami. Tehát folyamatosan flatulál a kutya. De és hangosan, rendesen hát, igen, na most leülsz enni, én bemegyek az étterembe, leülök a francia buldogom, a kettőt oda szellent az orrod alá, hát azért nem úgy eszed azért a vanília sodót, meg a becsinált levargányát. Nem biztos, hogy... Szóval érted? Ne egy kutya étterembe egyen. És teraszon? Milyen teraszon? Teraszon, étterem teraszán kint. Szabad levegő? Jó, most értjük, hogy egyetlen fizető vendéget sem akarsz elereszteni. Nem azért. Érteni, hogy ilyen nagy humánus vagy. Most nem rólam beszélünk. Én amellett vagyok, hogy bevásárló központban menjenek, étterem menne. És a bevásárló központ éttermébe se. Hát akkor oda se, igen. De bevásárlók, az tök jó, az egy kulturált európai viselkedés, ha mi is megtanulunk a kutyával együtt európai módon viselkedni, aha, és tudunk normálisan vásárolni kutyával. Szerintem ez tök jó. Ez rendes kutyát vigyél, nem rendeset, ezt a, mit mondtam, ilyen kutyád volt, francia buldogot meg ne vigyél. Ja. De tényleg a gazda amúgy is tudja is, mert a kutyáját tudja, hogy ne. Hát, ez kutya rasszizmus, amit ti csináltok. Az étteremben nincs helye. Vannak ezek a picik, ugye, amik gyakorlatilag... Na most megint ezzel jössz a mérettel, és megint ez nálad beakadt, hogy a kicsi jöjjön a nagy ne. Hát mert az, de mert hogy az senkit nem zavar, hát észre se veszed, hogy ott van. Mindig benn van, azt hiszed, hogy egy kicsit túlnőtt a buzó. Jó, de ilyen alapon akkor ki lenne az étterem, hogy kis ember nem jöhet be, csak nagy, mert a sokat eszik, sokat fizet, nem esne rosszul, érted? Te nem eszel sokat, mert nem vagy magas. Hát akkor ilyen alapon nem tehetünk különbséget, nem? Az hogy van? Tehát, hogy jöjjön a nagy ember, mert ő sokat eszik. A kicsi ne jöjjön be, nem fizetőképes. Akkor most én kirekesztő vagyok? Én azt szeretném, hogy egy kutya apartheid legyen itt? Ebben az országban? Na, drága kutya tulajdonosok, ki hogy látja? Írjátok meg nekünk, jó? Indul a tesztüzem nem sokára, ez egy jó dolog. Tud-e a kutya viselkedni? Hogy van szó? Kiben van a nagyobb hiba? A gazdában vagy a kutyában? Ez egy örök kérdés, ugye, hogy ki az, aki rosszul szocializált? Szerintem inkább nyilván a gazda, és ő nem tud saját kutyával viselkedni. Ki mit szól kutyásként, nem kutyásként, ha majd ott a gyerekek körül kolbászol, nem tudom, a pütyenbűrbe egy kutya. Jó, nem jó. Jó, írjátok meg a véleményeteket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva, és egy... érdekes témáról beszélgetünk, ami szerintem megosztja a kutyásokat, nem kutyásokat, mert hogy úgy néz ki, szeptember 23-ától az egyik budai bevásárlók központban beengedik a kutyákat, ami önmagában szerintem egy jó kezdeményezés lehet. Aztán ugye mindig azon múlik, hogy van a kutya szocializálva, illetve a gazdája hogy van szocializálva. És hát szép világ lesz ez, amikor ugye ezt tényleg Ausztriában, Németországban nagyon klasszul megoldják, itt meg majd azt látod, hogy hirtelen a gazda rohan egy lozacskóira Lipóti mellett, mert oda gittelt a kutya a mozgó lépcső mellé, mert a kutya nincs még jól szocializálva. Ha rohan, mert azért valljuk be őszintén, egy csomó olyan gazdi van, aki arra nem veszi a fáradtságot, hogy mondjuk kint zöld területen összeszedje a kutya csak után. Csak nem hagyod ott egy bevásárlóközpontba. De miért, hogyha a saját... Na jó van. Tehát, hogyha mennyi már be egy ízének egy bevásárlóközpontnak a WC-be, emberek után, nem kutyák után, úgy néz ki, hogy érted. De ha nem kezdjük el, ha nem adunk teret, ha nem próbáljuk meg, akkor kellene kezdeni. Ez a teteje már. De mindenkinek adsz egy WC-kefét a kezébe, hogy ember, ha elmész a kökin a WC-re, akkor vigyázz a budira, mert látjuk, hogy milyen állapotban vannak néha a WC-re. Isteni lenne, valahol azért... én ezt imádnám. Egy pillanat, bocsánat, igen, jó. Erre azt hiszem, hogy szükség lesz, tessék itt egy WC-ket. Valahol el kell kezdeni. A kulturálatlanok az emberek, tisztelet a kivételnek természetesen, tényleg tisztelet a kivételnek, és szerintem senki nem fog betámadni azzal, hogy jöjjön, hogy biztos magadból indulsz ki, mert mindannyian járunk bevásárlóközpontokba, és látjuk, hogy egyébként mi megy ott. Igen, na vannak hallgatóink, akik hozzászóltak a témához, és sok érdekes SMS érkezett pro és kontra. Tőlünk nyugatra külön vizsgához kötik a kutya szociális viselkedését, csak akkor viheted ilyen helyre, ha megvan róla a papírod. Ezt Attila írta nekünk. Tesómnak 11 francia buldogja van, elképzeltem, hogy megjelenik hordával hikken, flöttyen, plötyben. Ez Zsolti. Bécsben. Ja, nem a teljes almot viszed be a tenyésztő kollekciódat. Ja, ez nem arról szól, hogy a Libri mellett nyitok egy kutyaiskolát, és beviszek 18 kutyát. De hát ez is előfordulhat. Hát most, érted, most ne kezdjél el diszkriminálni mennyiség alapján. Nem diszkriminálok. Mert én azért a fajok alapján kezdtem el diszkriminálni.
annyit vigyen be, amint akar neki. Diszkutyája van. Most hova állsz? Tudod, mi a baj? Ne, csak próbálom megkövetni az érvelést. Nem ez lesz. Nem, én nem azt mondtam, hogy ne hozza be. Csak az a baj, hogy rögtön mibe kezdtek el gondolkozni, hogy oltási papírja nem, legyen, meg 10 kutyát fog bevinni. Én nem azt mondom, hogy minden fotocellánál álljon egy állatorvos, és nézze meg a kutya fogát, kérje el a papírt, csak én azt gondolom, hogy minden ember azt hiszi a kutyájáról, hogy az övé a legjobb. Mint ahogy a te gyerekedről azt hiszed, a legszebb, legokosabb. A kutyáról is azt gondolod, hogy ő a leginkább szocializált egyébként, és nem méret föl, hogy a kutya viszont majd meglát egy kaktuszpárt, és oda pisil érte. Az osztrák kutya, meg a német kutya, gyerekek, nem szalik oda. Képzeld el, hogy nem. De mi, akkor miért? A gazdikkal. De én nem viszem oda, mert tudom, hogy mi lesz belőle. Látod? Oda viszem, legugol, bánatos szemmel, fel szemkontaktus keres valakivel, és egy kicsit az érzés kéne. Azért lázában nagyon kellemetlen. Azért az nagyon kellemetlen lesz. Bocsi, már nem tudom visszatartani tekintettem. Nem kutyásként, de azért az valóban kellemetlen. Akkor ne engedjétek be, akkor mondjátok azt, hogy nem lehet. Tegyek rá pelenkát? Miért szerinted mit mondok? Igen. Akkor tegyél rá, vagy, de ha bejön... Van kutyapelenka. Van egyébként, ez jó. Van egy hallgatónk a vonalban, akinek étterben van. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Hello. Jó reggelt, Zsuzsa. Na, ti beengeditek a kutyát, és azt hallom, vagy azt olvasom, hogy mégis mindenre van megoldás. Ha a kutya büdös, ha a kutya ugat, vagy ha valaki allergiás, a kutya szőreti. Hogy csináljátok ezt? Hát ugye, ilyen nagyon szélsőséges helyzetek nincsenek, tehát én így hallgatom a műsort, nagyon sok olyan dolog van, ami nem életszerű, amiről beszéltek. Na, mondj egyet, ami nem életszerű. A kutyapalka támadása például egyáltalán nem életszerű. Jó, hát ezt inkább marizáltam. A vakrézes komondor sem életszerű, tehát hogy ezek nem, legalábbis nekünk az elmúlt három évben nyitottuk a halkakast, azóta ilyen helyzetünk nem volt. De várjál, hogyha odaállítani valaki egy megázott komondorral, akkor azt mondanád neki, hogy persze, gyertek csak be nyugodtan, tehát hogy attól válik valami életszerűvé, hogy egyszer megtörtént. Nem állok az ajtóba és teregetem ki be a vendégeket, ez sem életszerű, de persze természetesen beengednénk nekünk. De egyébként egy ázott kutya miért nem életszerű, vagy egy ugató kutya, egy tüzelő kutya, hát azért ezek életszerű helyzetek. Azért nem életszerű, mert pontosan attól nem, amiről beszélgetünk, hogy van egy gazdája, aki föl tudja mérni, ugyanis egy gazdinak, aki mondjuk, és alapvetően azért, aki a városban tart kutyát, és eljön vele egy belvárosi étterembe, ott már van valami kis gógyi, és igen, felmérjük a kutyáinknak a képességeit, felmérjük a kutyáinknak azt. Igazad van, de egy belvárosi étterem azért exkluzívabb hely, mint mondjuk egy bevásárlóközpont. De oda se viszed el így, érted? Hát én egy belvárosi bisztró vagyok, tehát hogy én nem gondolom, hogy olyan sokkal exkluzívabb lennék, vagy miben. Mi van, ha én bemegyek és azt mondom, hogy allergiások a kutyára, és ott akkor engem ültettetek át, vagy a kutyást ültetitek át? Nem nagyon van átültetés. Figyelj, nálunk kint van egy matrica az ajtón, amit egyébként mi egyedileg gyártottunk le, nagyon cuki, jó pofa, és oda van írva, hogy kutyabarát hely vagyunk. És olyan helyzeteket képzeljét el, tehát hogy azért ez nem úgy néz ki, hogy az ember elindul a kutya falkájával, hogy már pedig én vacsorázni akarok a halkakasba, és akkor ez nem egy ilyen helyzet, hanem vannak olyan emberek, akiknek tényleg úgy társuk a kutyájuk, például van egy olyan törzsvendégünk, és álmomban nem az a helyzet, hogy a törzsvendég bácsit már a kutyája után hívjuk Gufi bácsinak, a kutyát Gufinak hívják, és egy idős karmester, ex-karmester bácsi, akinek igenis ő a társa. Tehát, jó, hát ezt nyilván persze, ezt beengedtek. És ha te megfelel az étterembe, akkor tudd, hogy ott lesz kutya, érted? Menjél a többi étterembe. Mi ezt jelezzük az ajtón, hogy itt igenis lehet kutya, előfordulhat kutya, volt már kis testű kutya, volt már nagy testű kutya, mindegyik kutya rettentő jól tudott viselkedni az adott szituációban. Nem volt ilyen, nem tudom, könnyes szemmel néző, kéregetős kutya a másik asztalhoz. Elmegyek hozzátok egy macskával, csinálok egy kis bulit. De nem viszed el a kutyádat, hogyha ilyen. Nekem van egy német juhászom egyébként, és én vidéken lakom, én nem vinném el a Lacit, mert a Laci egy vidéki kutya, egyáltalán nem szocializálódott a városhoz, és biztos vagyok benne, hogy ővele lehetnének olyan helyzetek, nem vagyok benne biztos, hogy előfordulhat, hogy olyan helyzet alakul ki, amiben mondjuk a Laci nem úgy reagál, vagy ráreagálnak úgy a kis testű kutyát. Ez vagy német, te. Ez vagyok ide. De ennek kéne lenni minden kutyásnak. Igen, nagyon kevés ember van, aki kutyatulajdonos, és akar, és igénye van arra, hogy a kutyájával együtt menjen étterembe. Azon nagyon kevés, az pedig alapvetően szerintem van annyira intelligens, mi ebből indultunk ki, és a tapasztalatunk is ezt igazolják, hogy fel tudja vérni, hogy a kutya egy ilyen helyzetben hogyan tud viselkedni. De mondok nektek egy csak egy
fél mondat, egy tök extrém, nagyon izgi dolgot láttam Angliában. Az volt az etigyézem, hogy egy kis étterem jellegű, de inkább ilyen kávézónak kinéző, de nagyon cukin megoldva, az kifejezetten kutyáknak volt. Tehát kutyák voltak ott bent, kvázi ott ültek, vagy jöttek, mentek, és nekik voltak kirakva a kutyatár, meg a kutya víz, meg a minden, és a bárpultnál ülhettek a gazdi kávézva. Tehát így zseni volt igen, az egész. Hát igen, már is szociálban. Jól van. Köszi, hogy elmondtad. Puszi neked. Ciao. Hello, hello. Kutyabarátként nagyon jónak tartom, hogy bemehet kutyával a gazdi a bevásárlóközpontba, mert nálunk családtag a kutya, és nélkül én nem nagyon szeretek elmenni sehova. Kertesházban lakom, de a kutya kint is, bent is van, és én ennek nagyon örülök, hogy beengedik a kutyákat. Embereket is ki lehetne utasítani. Írja valaki. Nem értek egyet, egy ruházati boltból nem szeretnék olyan terméket elvinni, amelyben hónapok óta állati szőrök, nyál, kártevők lehetnek. De nincs benne. A tegnapi tévéfelvételeken a központban sem láttam szájkosarat, amivel szintén nem értek egyet. De sajnos ez benne van a pakliban. Mi? Akár tetszik, mi? Akár nem, hogy szőrös bele, lesz a ruha. Belekenj is. A kutya az arcát, belekenj, bele nyáladzik. Még egyszer hangsúlyozom, hogy én kutyásként én minden olyan konfliktus helyzetet kerülnék, amiben összetűzésbe kerülhetnék a nem kutyásokkal, azért, mert jó, oké, itt van ez a lehetőség, nagyon szép, nagyon European trendy, nagyon előremutató, meg nagyon nyugati, de akkor sem. A Jack Russell terrierem van, aki intelligensebb és szocializáltabb, mint nagyon sok ember. Sokkal tisztább is. Robika küldte nekünk. Bevihetném én is a 70 kilós kaukázusi juhász kutyámat, vagy a 80 kilós moszkvai őrkutyámat, hamar kiürülne a pláza, legalább lenne hely a polcok között. Azt mondja, hogy a kutya, ha megrázza a bundáját a ruhaboltban, kérdezi valaki. Ezek szerintem ilyen kicsit azért szélsőségesek, tehát azért ne, tényleg ne azt lássátok, hogy azért egy komondor bemegy az eső után. És, nyilván benne van, persze, hát azért, de ezek szélsőséges helyzetek, nem? Hát azért ezt nem így látom. Vagy nem biztos. Masztifom van, úgy néz ki, mint aki lenyelt egy tornacipőt, és még a fűzői kilóg a szájából, kicsit nyáladzik is, a drága, nem vinném be, ha megrázza a fejét, hát 2-3 méteren belül mindenki nyálas lesz. A gazdikkal, a szülőkkel az a probléma, hogy azt gondolják, az ő kutyájuk, gyerekük tökéletesen szocializált. Egyébként ebben van az igazság, igen, hogy jól méred-e fel a saját kutyádat, hogy te bemehetsz-e. Mindenesetre szerintem ez egy jó dolog. Na tudjátok mit, ti meg járjatok abba a bevásárlóközpontba, ahol nem engedik be. Nekem mondtam, hogy nincs bajom a kutyával, nekem az étteremben menjenek, van bajom a kutyával. Menjenek is járjál oda, ahova nem engedik be a kutyust. És akkor nincs gond. Persze, vagy persze. Vigyél magaddal macskát. Azt mondtam, hogy mi a helyzet a macskásokkal? Mi a helyzet velük? Ők miért nem vihetik be? És az agáma tulajdonosok? Igen. És az emusok? Így egy hallgató bútorboldalon dolgozom, be is engedtük a kutyákat. Mi volt az első dolga? Oldalba pisilt az első. Na, hát igen, de ez nem az, én mondtam, hogy a kutyának semmi keresni valója nincs bármilyen üzletben. Ez rossz küldte nekünk. Nem életszerű tényleg a dolog. Tehát, hogy nem tudod megakadályozni a kutyút, hogyha pipilnie kell. A Danny például el szokta játszani azt, hogy mit tudom, el kimegy pisilni, oké, elvégezted, bemegyünk. 5 perc múlva már ott toporog, mert megint kell neki valamiért. Idős kutya már valószínűleg nem úgy működnek a dolgoknál, ahogy kellene. Most egy bevásárlóközpont kellős közepén. De mit ha csinálok? Tudod, hogy nem úgy működik, nem viszed akkor el. Na jó, magunkat ismételjük. Jó. Igen, pro és kontra érdekes dolgok hangzottak. Én drukkolok ennek a bevásárlóközpontnak, komolyan. Tényleg. Csak a felső szintre ne vigyétek az étterem. Ja, viszont a kutyák között nem akarok. Drukkolok te. Igen, drukkolok, tényleg, azzal nekem nincs bajom. De. A társadalomnak drukkolok, hogy érett legyen valamikor majd az ilyen intézkedésekre. Na, játszunk egyet. Omen bácsi van már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Zsuzsi vagyok. Zsuzsi, hello! Honnan hívtál minket? Budapestről, belvárosból. Budapestről. Izgulsz? Igazából csak leültem. Rosszul vagy? Ja, nem, ja? Nem, csak így kényelmesen. Ja, azt hittem, ment egy kicsit izgulok, mert nem mindig találom el a Beru néni is játékokat. Na figyelj, mutatjuk, mit csinálnak, jó? Ez még nem is annyira fontos. Fűrészelnek valamit. Fűrészelnek valamit. Igen. Na figyelj, mutatjuk. Mutatjuk, hogy mi ez. Ez egy jó régi dolog, amit fel kell ismerned. Figyelj. Direkt mutatunk egy kicsit hosszabbat, mert nem könnyű. Feltételezem sorozat. Igen. Az az igazság, hogy sorozatmániás vagyok, de az újakból. Tehát így a régieket annyira. Megkérhetem még egyszer? Hogy nem, mikor születtél? 82-ben. Ez egy 78-as sorozat. Amerikai vagy magyar? Nem. Csehszlovák. Mutatjuk. Nem
Nem, ezt nem viszem el. Soha nem fogod megfejteni. Soha nem. Soha. Adjam fel. Szerintem igen. Tényleg, lehetetlen. Én emlékszem magára a sorozatra, én szerettem, és egyben nagyon is féltem is tőle. Tehát én vegyes borzongással néztem. Nem a Surda. Nem. Megmondom. Ez egyet, jó, nem, szerintem nem fogom tudni. Emlékszel arra a sorozat, hogy a csillagok küldötte? Erre emlékszel? Emlékszel. Ez egy 78-as csehszlovák filmsorozat. A Majka szerepelt benne egy vizen járó narancssárga, sárga köpenyben megjelenő kislány. Yes, brutálisan beteg volt. Majka volt. Igen. Ez sajnos kimaradt. Magyar hangja. Nem tudom, hogy sajnos, de... Magyar hangja Balázsi Panna. Igen. És ő a vizen tudott járni, és ő a földön, egy földön kívüli volt. Róla kapta nevét Majka is, mert volt az életének egy olyan korszak, amikor kísértetésen emlékeztetett erre a kisnányra. Igen. Esküszöm, belenézek ezután. Vannak fönt a YouTube-on, én ilyen nézegetek ilyen régi csehszlovák sorozatokat. Nagyon jó. Nagyon jó. Igazából én meg figyellek titeket a mostani sorozatokról, mert mindig adtok ötletet, aztán én is függővé váltam. Na mit nézel most? Mondj egyet. Hát most a True Detective második évadát. Jó, te szegény. Jó, Isten. Nem rossz, a Banshee-t elkezdtem. Na, az jó, az a legalább egy a sorozat. House of Cards zseniális. Kevin Spacey, azt igen. Végignéztem. Hát a Homeland az alap, az ugye most fog folytatódni. Így van. Trónok harcával csörög a céges telefonom, tehát azért... Jó, akkor elmerülte, megfertőztünk téged. Örülünk, úgyhogy helyes. Nem lehet abba hagyni. Ne, persze. Figyelj, de ha ez se, akkor mi? Érted? Mi marad? Ha már ezt hát is ugye? Elvenném ugye? Magunktól, mint Feri a cigarettát saját magától. Hát mi marad? Nem is nézem Feri ezeket a szarokat se. Hát. Igyekszem. Napról napra ingerültebb, mi ezzel nagyon jól szórakozunk. Hát vigyázz a hajadra viszont, Balázs, mert ha nyer a Feri, akkor... Tudom, akkor vége van. Fruzsi, köszi a játékot, ciao. Hát köszönöm, legközelebb talán sikerül. Köszi, puszi, hello. Köszi, sziasztok, hello. Ciao. Akkor beleegyeztél a parókába, vagy elárverezzük? Hajam a hajadat, mint a Kozsó Tincsé. Hát figyelj, bárkinek kell a hajam, szívesen odaadom. De már ennyire fixre veszük, hogy nem fog rágyújtani? Hát, és ismerve téged. Meg beszököm az éjszaka, a szájába nyomok egy cigit, és befogom az órát, és lefotózom, de nem ússza meg. 3 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébren. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, hát mi mindig özöllenek az SMS-ek, pro és kontra. Hallgatóink érveket, ellenérveket sorakoztattak föl, ebből látszik a magyar társadalom megosztottsága, akár már csak igen. A kutya kérdésben is, mert brutálisan sok SMS-ünk jött, ritkán jön ennyi egy-egy témához. Legyen kutya, ne legyen kutya, ugye erről beszélgettünk az előző órában a bevásárló központban. Hát bátor ez a bevásárló központ, hogy ezt bevállalta, de szeretjük őket, és rukkolunk, hogy minden kutyás. Rukkolunk. Hogy sikerüljön. Minden kutyás oda fog menni, és aki nem kutyás, az nem fog ide belépni. Szerintem jól jártak. Megvan? Nem, ezt most nem értem. Azt mondják, hogy ők kutyások. Ha minden kutyás ember ebbe a bevásárlóközpont fog járni bevásárolni, te viszont soha nem mész be, és azok, akik nem szeretik ezt a kutyást, igen? Ők szerintem megvannak. De miért? Mitől vannak meg? Hát onnan, hogy marha sok kutyás fog menni hozzá. De eddig meg azok mentek, akik meg nem voltak hát kutyások. Lehet, nem tudom. Tehát most mindenki oda jár, aki kutyás, de nem jár oda senki, aki nem kutyás. Igen. Eddig oda járt mindenki, aki nem volt kutyás, és nem járt oda, aki kutyás. Tehát nem lesz létszám emelkedés, csak kicserélődik. De nem? Sokkal jobb lesz, érted, a közönség, mert ők egy kaszt lesznek, nem? A kutyások kasztja. Uh-huh. És lesz egy külön kutyaeledős szint is a bevásárlóközpontban. Így is van. Mert egy picit profilt kell majd váltani, hiszen kicserélődik a bevásárlóközpont. M733-as kilométer mindkét irányba mérnek. Matyi küldte nekünk. M3-as 182-es kilométer benzinkút. Rafi Budapest felé Tündérke üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Valás szerintem a Feri nyerni fog, úgyhogy dobd el a fésüdet. Nagyon elszánt, gyerekek, nagyon elszánt. Hát nincs mit tenni. Akkor férfinak kell lenni. A vállalás, de azért örülnék, hát már kimondanánk, hogy te mit teszel föl, mert hogy én ezt így bevállaltam, de én nem tudom, mi az ellenfogadás. Én mit teszek föl? Én azt teszem föl, hogy nem dohányzom. Ja? Tudod, mi ez? A Janit megbíztam, a Jani egyelőre hallgat, ne, szerintem még az nem, az megvan már, hogy mi lenne egyébként a fogadásnak a tárgya. De az a baj, hogy így is nagyon elszánt, most még kap egy olyat, amitől összetolja magát, akkor még inkább leszokik. Tehát az nekem nem jó, ha még most fölajánlunk, vagy neked még végre kell hajtani valamit. Ez nem jó. Akkor újat kell kitalálnom. Újat kell, ami... Ha rágyújtasz, akkor... Na? 200 000 cash azonnal rágyújtasz. Uh-huh.
Jó? Hát azért csak följebb tudjuk ezt vinni. Csak megér négy havi törlesztő részlet a lakásra. Egy kicsit többet. Négy sárga csekk minden hónap elején adott nekem, Bali intézi. Jó? Csak gyújts rá rohadt életbe, gyújts rá, nem akarok kopasz lenni. 400, ma csak a kutyás vendégeiből be fog jönni egy, akik emiatt a megszólalás miatt hozzájuk ment. M6-os dél az utolsó alagút kijáratnál, Budapest irányában a tegnap lefeküdt kamion, az út szélén veszteg el. Széna küldte nekünk, Bocsonádon mérnek, Moson udvar belterületén trafiznak a 86-oson, és Hegyalja alkotás úta felüljáró alatt egy rendőrautós helyszínen is a déli irányában Szala küldte nekünk, úgyhogy ott is van egy kis dugó. Könyves Kálmán Népliget felé az MTK pálya előtt a szélső sávon egy elpusztult troli, és Újfehér tó belterületén mérnek. Bodor az Ivekós küldte nekünk, köszönjük szépen. Úgyhogy hát van esemény bőven. Ez most, hogy dugó van a 6-os úton, a Nagytétényi kastélytól lépésben haladunk, azokát nem tudom. Csajszi írta nekünk, ha valaki elküldi, akkor azonnal mondani fogjuk, jó? De szép az a kastély út kívülről, múltkor mentem mellett. Melyik? Semmi nem érdekes. Nagy volt tétény. Valamilyen megállom a vonaton, hogy kastélypark, kastélyszálló, mondtam, leszállok. Kicsit sétáltál volna 5:30-kor. De az melyik ott? Mi van? Milyen kastély van? Nem tudom. Egy kastély van, azt tudom, a 6-os úton, hogy mész ki vagy jössz be a városba, az M0-ás előtt van, és ott van ez a bizonyos megálló is, ahol neked a vonat akár meg is állt, és ott van egy gyönyörű, kívülről gyönyörűen kinéző kastély. Nem tudom, hogy belül mi. Majd megmondja a internet. Jani megmondja. De csak akkor mondta izgi. Minden kastély izgi. Azért mondom, hogyha nekünk, tehát miért föl, hogy nekünk elég izgie. Na nézzük, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lép be te is az elmentes övezetbe Balázssal. Itt vagyunk. Hello Gábor, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, elbeszéltük az időt. Na, mi újság van? Köszönöm kérdésed. Hát itt az ősz, és indulnak a programok. Jelenleg 750 e-mail vár rám, meg válaszolásra vár, úgyhogy izgalmas az életem. És ezek mind mesztelen női képek? Vagy nem, azokat tovább küldi nekünk a Janival. Igen. Tehát milyen típusú e-mailek, azért emellett nem menjünk. Ebből 600 az, hogy az előző 150-re miért nem válaszolt. Nagyon sok anyuka ír. Hogy is csak erre ment. Tudtam, hogy zabálnak a milfek. Ezt én tudom, mindig is tudtam. A gyermektáplálkozás, fiatalok táplálkozása tekintetében, hogyan tápláljam a gyereket, mit adjak neki, milyen szendvicset, mit kenjek a kenyérre, vaj vagy margarin, honnan vegyek jó kenyeret. Akkor írnak sportolók, bodybuilderek, úszók. Bodybuilder! Nemrég hallottam ezzel. A bodybuilder most a hónap szalad. Gyerekek, ahó meg vagyok. Én szeptemberre meg vagyok. A bodybuilder. Bodybuilder, ezt nem hallottam így ebben a formában. De ilyen kijelentése 30 éve. Hát nagyon imádlak, bodybuilder. És Gábor, ha már szóba hoztad a bodybuildereket, nem írnak neked véletlen powerlifterek? Na jó, testépítők, akkor magyarosítsuk. Igen. Egyébként, Balázs, emlékszel, elkezdtünk egy ilyen roadshow-t annó, te is eljöttél. Oh, na, nem lehet az, hogy bármit mondasz, én jövök ki belőle, megint rosszul. Igen, megy tovább. Ja, folytatódik, mész. Igen, étrendreformon lehet megnézni. A lényeg az, hogy folytatjuk a megkezdett munkát, és tovább visszük. Ugye korábban beszéltem az embereknek, hogy országszerte arról, hogy mit ne, és miért ne, hogy az élelmiszeripar, stb. És folytatjuk azzal, hogy akkor mit igen. Tehát mi a megoldás idézőjelben, hogyan táplálkozunk, hogyan építsünk fel egy napi menüt. Tehát ilyen is ehhez hasonló programok lesznek. És hát immunerősítés, ugye ez az új, régi új téma. Úgyhogy én most hoztam egy olyan témát nektek, ezen belül is, hogy... Csak előtte kérdeztetek valamit? Igen. Tegnap azt hallottam, nem ide vág, nem az immunerősítéshez, de mindenképpen meg akarom kérdezni. Azt mondta nekem egy ismerős, hogy a nem szénsavas ásványvízben higgyem el, hogy tartósítószer van. És neki van egy ismerőse, illetve pontosabban barátja, aki az egyik nagy ásványvízgyártó cégnek az ügyvezetője, és ő elmondta neki, hogy a szénsavasban nincs tartósítószer, mert ott maga a széndioxid az, ami ugye kinyomja az oxigént. Viszont az
mentes vízbe kell, hogy tegyenek tartósítószert, mert hiába palackozzák, hiába zárják be, hiába légmentes, maga a vízben található oxigén miatt egy idő után a víz elkezdene, nem tudom, algásodni, berohadni, nem tudom. És hogy higgyem el, hogy ipari tartósítószer van a mentes ásványvízben. Én valami sokat iszom, megijedtem. Lehet ez? Vagy hát ez kíváncsi hülyeség? Volnék, hogy mire gondolt az illető, kémiai tartósítást, tehát vegyi anyagot nem adhatnak az ásványvízhez, ózonizálás, tehát ózonnal tartósítják az ásványvizeket, amely nem káros a szervezetre. És valami ipari tartósítószer lehet olcsóbb, mint az ózon, és mondjuk ahelyett azt nyomják bele? Lehet olcsóbb. Ugye a kémiai tartósítás mindig a legolcsóbb technológia. Ennél drágábbak az aszeptikus, az egyéb légyártások és egyebek. Tény az, hogy az ásványvízgyártás azért küzd ezzel, mert ugye műanyag palackokba töltik az ásványvizet, ami ugye nem hőkezelhető, nem vihető fel 100-120 fokra. Úgyhogy a kérdés jogos, és elég sokan fölteszik a kérdést, hogy miért nem romlik meg a víz mondjuk itt a 2 éves tárolás során, de erre jó technológia van, ez az ózon technológia, ami kizárja a romlást. Ha mondjuk én jövő héten hozok neked egy ilyen ásványvizet, azt el tudod vinni úgy bevizsgáltatni, hogy kifejezetten kérjük, hogy nézzük meg, hogy van-e benne ipari tartósítószer, élelmiszer adalék, bármi, mert ugye állítólag ebből is több van. Kimutatható, ha mondjuk ők nem egy E-betűs tartósítószer. Az ipari tartósítószer lehet a kén, a nátriumbenzoát, a káliumszorbát, a nitrit, de azt inkább hústermékben, tehát ezekre bebírjuk vizsgáltatni a vizet abszolút, de hogy ezen kívül mit nevezünk ipari tartósítószernek, ez nagy kérdés, mert ezeket ismerjük. Van még talán néhány olyan számmal jelölt, persze be lehet vizsgáltatni, és meg tudjuk nézni, hogy ne. Nitrát, nitrit tartalomra is abszolút. Ammónia, de az más kérdés. Az könnyebb lenne, ha tudnád, hogy mit kéne keresni. Nézd, Balázs, az a helyzet, hát hogy ez az, én tudom, hogy itt születnek az összeesküvés elméletek Magyarországon, meg az egész világon, de csodálkoznék, csalódnék a szakmában, hogyha a vízben találnánk kifejezetten vegyi tartósítóanyagot, ugye akkor elég sokan kérdőre vonnának egy-két szakembert, tehát erre van a szakhatóság, hogy ezeket igazolja. Ezt is mérik, vagy csak az, hogy van-e benne nitrit, nitrát, hát meg mennyi az oldott ásványanyag tartalom, vagy megnézik? Szúrópróbaszerűen vesznek mintákat. Nyilván megvannak a vízben az adott vízügyi paraméterek, és időnként szükségszerűen muszáj mérni, hogy vannak benne egyéb származékok is. Úgyhogy ugye ez szakhatósági feladat. Tehát alapkövetelménynek tartom, hogy egy ilyet nézzenek. Aha. De nézd, hogyha hozol vízmintát, akkor megcsináljuk. Hozunk vízmintát. Kíváncsiak, mert ugye azért nagyon sokan isszák például a mentes vizet is, jobb, mint a csapvíz, nem tudom, aztán az ipari mennyiségben viszed magadban mondjuk a nem tudom milyen tartósítószert, amiről lehet, hogy nem is tudsz, és adod a gyereknek, hát nem szerencsés, nem? Nem mindig tud az ember tisztított vizet inni, mondjuk otthon van ilyen vízszűrője. Nem véletlenül van a fröccsbe is szóda. Hát, hogy nem normál vízzel öntöd föl, meg nem ásványvízzel. Azért akárhonnan indulunk, mindig ide jók adunk. Nem lehet véletlen, Gábor. Nem lehet véletlen. Ezek a favoritémenk. Ez meg a bodybuilding. De hogyha elkezdek beszélni a C-vitaminról, akkor a mangalicához fogunk kijutni. Ja. Mi valahogy mindenféleképpen, legalábbis most Feri oldalán. A vitaminok megkötéséhez kell a zsír? A zsíroldhatókhoz, igen. Na, köszönöm szépen. Tehát már itt vagyunk, ugye egy kis... Na, amivel készültél ma, igen, az... Két könyv, Feri. Amivel ma készültél, az immunerősítés, hogy gyereknek, felnőttnek jön az őszi időszak, a náthás, nyálkás, orfújós időszak, mivel tudjuk egy kicsit felturbozni az immunrendszerünket, mit vigyünk be, illetve ugye vannak ezek az úgynevezett multivitaminok, amik egy kicsi kapszulában azt mondják, hogy minden vitamin benne van. És erről is megoszlik a szakma véleménye. Van, aki azt mondja, hogy jó, van, aki pedig azt mondja, hogy ezek a vitaminok kiütik egymást, és nem mindegy, hogy mit, mivel. Mit gondolsz erről? Köszönöm a kérdést. Nagyon szívesen. 10 percben. Tessék! A vitaminok első generáció, ez az A-tól Z-ig vitamin, és a multivitaminok, ugye, amikor azt hitték a szakma, a gyártók, hogy hirtelen mindent beviszünk, és az jó lesz, egyre inkább erősíti a szakma azt a nézetet, hogy a kevesebb több, vagyis egyszerre inkább csak 2-3 féle vitamint, ásványt, sőt a vitamint és ásványt egymás mellett vigyük be, mondjuk reggel kalcium, magnézium, B6 vitamin, délben omega-3 D-vitamin, este, nem tudom, lecitin, cinkréz, króm, tehát különböző napszakokban különböző vitamint és ásvány sokkal jobban fog felszívódni, ez egyik dolog. A másik pedig az, hogy egymást segítő komponensek vannak. Mondok egy példát,
ha valaki vesz patikai aszkorbinsavat, C-vitamint, és belefacsar egy fél vagy egy citromot vízbe, hogy abban lesz C-vitamin, abban a kis limonádészerű valamiben, de nem lesz elég, és ehhez tesz egy késhegynyi patikai aszkorbinsavat, tehát szintetikus aszkorbinsavat, a citrom hordozóival együtt ez sokkal jobban föl fog szívódni, ugyanígy a flavonokkal együtt is, tehát egy csipke tejában, citrus flavonoiddal, almalével, narancslével, grapefruittal együtt a C-vitamin jobban szívódik fel, ugyanúgy, ahogy a zsiradékkal a D-vitamin, az E-vitamin, az A-vitamin jobban szívódik. Propoliszt nagyon sokan szednek, szeretjük? Elismerjük? A propoliszt akarod, mint, tehát itt most inkább azzal foglalkoznék, hogy mi mit segít. Uh-huh. A propoliszt egy immunerősítő anyag, de a karotinok ugye a mézben, ugye mitől sárga a méz vajon? A karotinoktól. Tehát a beta-karotin az A-vitamin előanyaga, és a propoliszt együtt dolgozik, de mondhatnám mondjuk, ha valaki probiotikumot szed, valamilyen bélflóra helyreállítót, és ahhoz mondjuk aloét, vagy cikória kávét fogyaszt, szabad megjegyeznem talán, hogy van egy új aloé fajta, ha ismeritek esetleg. Korábban hoztam is ebből a kis mintát nektek. Igen, az enyémet lenyúlta valaki. Én voltam. Egészségedre. Te egymásét megiszáltam. De, bocsánat. Jó, nem vagy? Hallod, brutális élményeim vannak. Úgy koporodok rá a fajacra minden reggeltől. Éppen nem is bánom. Épp ellenkezőleg. Ugye van az aloe vera nevű fajta, ez nem márka név, ez egy fajta, és van az aloe ferox nevű aloe növény, Dél-Afrikában őshonos, és sokáig nem engedték be a különböző kontinensekre, mert zavarják egymás forgalmát. A lényeg az, hogy a ferox bejött, és nem hashajtó szemben a verával, nem kell higítani, úgyhogy újabban szerintem az új generációs aloe termékek. És például a probiotikus készítmények ilyen prebiotikumokkal jók, egyébként az A-vitamin, C-vitamin és az E-vitamin megvédi egymást, magyarul, hogyha mondjuk hidegen sajtolt lenmagolajat fogyasztasz együtt mondjuk káposztafélékkel és sárgarépával. A sárgarépában a karotin, káposztában a C-vitamin, és a hidegen sajtolt olajokban ugye az E-vitamin, ezek egymást megvédik, tehát sokkal több hasznosul, mint ha külön-külön fogyasztanak. A D-vitamin mivel adjuk a gyereknek? Szerintem sokan szednek télen D-vitamint, hál' Isten, most már azért kezd eljutni a lakossághoz, hogy... Mazsolával és mogyoróval. Ezt például még sose hallottam, mert arra gondolom, hogy K-vitaminnal, mert jobban szívódik föl. Mazsolával, mogyoróval adja neki a D-vitamin? Szinte is rész. Hát nyilván, hogyha egy szakmailag, hát nyilván most nem biztos, hogy rögtön mazsolát és mogyorót fog enni a gyerek, és aztán beveszi a D-vitamin, de szakmailag a cink és a réz, ami nagy mennyiség van a mazsolában és a mogyoróban, meg a mandulában is, török mogyoróban is, ezek rendkívüli módon segítik a D-vitamin hasznosulását, és egy kis zsiradék. Hopácska. Ugye? Hopácska. És akkor ja, meg is érkeztünk a jövőjéten megrendezett Túrkevei Böllér Fesztiválon. Februárban van. Ahol megint megölünk egy csomó malacot. Így is van. Csak a D-vitamin. Hogy felszívódjon a D-vitamin. Csak a D-vitamin. De azt mondja, a D-vitamin nem a K-vitamin, na, hogy K1-jel szedje a gyerek, mert az a hasznos. K-vitamin is, igen, K-vitamin, D-vitamin együttműködik zsiradékkal, így van, cinkkel és rézzel. Tehát a hír abszolút igaz. Ugyanúgy, hogy a vas és a C-vitamin is egymást serkenti. Itt tudjátok, van ez a magne B6, magnézium B6, ugye idegrendszer, izomgörcsök ellen, és ott a B12. B12 vitamint egyébként általánosan is javasolnék, hölgyek félnek tőle, mert hízni fognak. Ugye a B-vitamin egy enyhe étvágyjavító, de a B12 idegrendszerre borzasztó jó. De ha megnézitek, akkor a B1, B6, B12 együtt dolgozik. Tehát különböző, ugye a B-vitamin család együtt dolgozik, de hogyha valaki a magnézium B6 mellé egy kis lecitint is bevisz, ugye a lecitin nevű kis forgalomon kapható valami, granulátum, meg egyebek, ezek agyi memóriajavító együtt segítik egymás hatását, mindezzel csak arra utalok, és számos szakkönyv is van erről, hogy együttes hatás. Tehát fölnyitom, itt van a kezemben egy vitamin szakkönyv, kérlek szépen ez a vitamin szakkönyv mondjuk az egyik oldalán azt írja, hogy az A-vitamin szelénnel és C-vitaminnal jobban szívódik fel. Tehát rögtön a mit tudom, hányadik oldalon. De most már így, azt látom a patikák, hogy így árulják. Tehát A plusz cink plusz szelén, C plusz szelén, vagy cink. Igen. Tehát, hogy ezeket már így teszik össze. Tehát multivitaminok, mint egy kicsit háttérbe szorultak volna. Vége az A-tól Z-ig, most igen. Nem akarok senkit se tönkretenni anyagilag, de ugye az A-tól Z-ig vitamin gyakorlatilag el kell felejtsük. Ráadásul az élelmiszer mátrix, ilyeneket láttok majd, hogy csipkebogyó hússal, vagy húsba ágyazott C-vitamin. Ez most nagyon megy, így van. Igen. Ugye, mert a csipkebogyó flavonjai segítik a C-vitamin felszívódását.
megoldást. Ugyanígy, ha sárgarépával fogyasztasz alvitamint, a sárgarépa húsmátrix, ugye annak a belső anyagai segítik a karotin hasznosulását. A káposzta sárgarépával együtt reszelve fantasztikus. És amikor ugye készítünk egy ajvárt, korábban használtak ilyen ajvárt, vagy zakúszkát, vagy bármit, nézheted ennek, hogy a hagymát, a paradicsomot, a kápia paprikát együtt, tehát bizonyos krémekben együtt használják, ez a régiek megfigyelték, hogyha néhány zöldséget együtt használok, patlizsánt, ugye, ezek felszívódása sokkal jobb lesz, és hasznosulása, mint ha külön egy lecsót készítek, ugye, paprika paradicsommal és szalonnával. Pedig ez milyen jól hangzik. Ezeket a spirulina algákat most nagyon tolják, mindenhol Parancsos. Szembe jön velem. Spirulina alga, amiben nincs más, csak maga az alga. Amit te soha nem fogsz megenni. Igen, de én szedem. A sushival nagyon jó. A sushival például nagyon jó. Igen, én szedem, mert én nagyon hiszek benne. Érez valamit, vagy ez most egy jól menő üzletág megint, megvesszük jó drágán, és nincs benne igazi, hasznos hatóanyag. Nem, az alga ér valamit, sőt, ugye hát superfoodok világában élünk, és most már egyre inkább divat lett superfoodnak hívni ezt-azt. Az algákat is ide sorolják. Nyilván mennyiségtől függ. Ott van ugye a klorofil, ugye a zöld algában, ami a vasfölszívódást, a rák megelőzést segítheti. Nem tartom az algát csodaszernek minden szempontból, de egy nagyon jó segítője a vérképjavításnak. Ne felejtsük el, hogy valaki egy spenótlevelet elrákcsál, abban is hihetetlen mennyiségű klorofil van, de az algában vannak egyéb fitokemikáliák. Egy picit divat, egy picit egészség. Egyébként ilyen világban élünk, ha megnézitek, hogy szerintem olyan, hogy fekete vagy fehér a táplálkozásban nincs, hanem van egy jó termék, mögé raknak egy rendszert, ajánlókat, és eladja. Na ezért kérdezem, hogy van mögötte valami szakmai tapasztalat, szakmai háttér, vagy most valaki van. Kitalálta, bár Bora-Borán iszogat, hogy brutál dupla mohitót, én meg szedem a kis algáját, amit kitalált, és semmit nem ér, meg igen. Nagyon gazdag lett. És vagy... szurkol, hogy minél több ember beszopja. Konkrétan nem akartam ezt így kimondani. Van, de az algánál, hogyha mondjuk megnézném az árát, lehet, hogy tudnék mondani hasonló árfekvésben valami jobbat, ami eszenciális olajkoncentrátumot, nem zsír, hanem olajkoncentrátumot, flavonokat, homoktöb is lekvárt, különböző áfonya készítményeket, tehát olyan egyéb komponenseket, amik jók. Vannak még ezek a sláger termékek, ez a goji bogyó, meg noni bogyó, meg nuni bogyó, az nem az. Az sláger! Micsoda, gyerekek, én mindig jobban vagyok tőle. Én azért megnézetném, csak az okok miatt. Igen, azért az sose jó, ha nuni bogyó. Nem, mert Friday elszólás volt, igen, akkor tényleg annál tudatosabb. Hogy ez a noni meg goji, ezek jók egyébként? Ezeket is most nagyon sok helyen lehet kapni. Igen, a goji bogyó is jó. Hát a noni abszolút, de mindegyiknek más a szerepe. Ugye egy reflux, egy gyomor probléma, a goji egy antioxidáns. Úgyhogy ugye egy nagyon értékes színanyagforrás. Most fölkapták az acai-t is, ugye, és a chia magot is fölkapták. Chia mag, az nagyon megy most. Egyébként nem rossz a chia mag. Kicsit megszívja magát, ilyen sok pici apró bogyó. Abszolút. Érdekes, olyan, mint amikor a mák egy kicsit így megdagad, és ilyen pici apró kis magokból áll. Hát én például azt csinálom, hogy sok mindenből tartok otthon, és minden nap más-más keveréket készítek. És azt tapasztalom, jó, hogy de te kicsit beteg vagy. Mármint a szó jó értelmében, tehát azért az amarántlisztből készült tápióka puding, amit te reggel eszed. Mr. Turmix vagy. Tehát egy reggelit meg kéne csinálnom, amit elmondtál itt az elmúlt két évben, hát szerintem délutára érnék be. Szóval azért te ezt kicsit élvezed. Képzelj el egy kiúszható fiókot, Balázs, amiben be vannak készítve a különböző kis tasakok, és ezekből tudatosan lehet párosítva, kiveszek 2-3-at, ott a Turmix gép, hozzá kis, nem tudom, kis barna és fehérét, ezt azt amazt, és kb. 5 perces munkával kész van egy erő Turmix, ott a banán a hűtőbe, kiveszem hozzá, tehát szerintem az nem bonyolult, mondjuk egy házi patlizsánkrém készítése azért hosszabb, vagy egy cukkini krém, de egy reggeli, jobb is, ugye? Egy reggeli erő Turmix az szerintem nem hosszú, tehát nem főzünk, nem vagyunk a konyhában rengeteget, nem sokat. Nem. De van azért egy másik fiók is, ahol prémel bélelt bilincsek vannak, és terepszíni tangák. Nem, tehát ilyenek nincsenek nálunk, de... Gyertek át hozzánk egyszer. És húzd ki a Balassó fiókot a hálószobába. Belőle kapaszkodj meg, mert megtáncolodsz. Olyat látsz, hogy felüvöltesz a gyönyörtől. Jól van, szóval
A gyerekekről beszélj még egy kicsit, hogy... Szereted ők? hogy nekik mi tényleg sok C-vitamin, vaspótlás, ami nagyon-nagyon fontos, ugye nyilván hát gyümölcsök. A gyerek nehezebben eszik meg gyümölcsöt, tehát hogy mi az, amit ilyen természetes úton módon le tudunk rajta. Egy kanálméz reggel, egy kis méhpempővel, propolisszal, az például jó. Vagy mit tudunk nekik adni? Mindenképpen a méhészeti termékeket, azokat alkalmaznám. Az asszalványokat, tehát vennék vörös áfonyát, szeretik a gyerekek, mazsolát, vörös áfonyát, magyaróval kevernék, és ezeket használnám. Úgyhogy tudom, hogy a csokiról beszéltünk már, de annak ezek az ét csokoládéban mártott mazsolák például. Tehát sokkal szerencsésebbnek érzem átmeneti jelleggel, hogyha a gyerek nem csokit csokival eszik, hanem mondjuk vékony csoki masszával mártott asszalványokat, vagy dióféléket fogyaszt el, mert ott van benne a cink és a réz. Tehát vannak ilyen átmeneti megoldások, de az asszalványt, a dióféléket adnám, különböző légkoncentrátumokat, hogy mondtam vörös áfonyát, homoktövis légkoncentrátumot, propolisz csepegtetnék, echinaciát, esetleg egy ezüstcsepp, az ezüstcsepp inkább ugye 6 éves kor fölött. Ez ezüstkolloidra gondolsz? Ezüstkolloid, igen. Grapefruit mag csepp, széles spektrumú védő. Gyerekeknek adnék ilyenkor szinte kötelező jelleggel megelőzésre probiotikumot, tehát rágó tablettát, nyilván név nélkül mondom, a gyermek probiotikumot reggel el lehet szopogatni különböző ízesítésben, de kifejezetten multivitamin, ilyen-olyan gomicukorkákat nem feltétlenül, rágótablett, ugye? Gyereknek a rágótabletta, tehát A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin tartalmazó rágótabletták már drogériákban is kapható. És hánykor kell jön a gyerek, hogy mindezt bevegye, Gábor? 4-kor. Nem, hát ez nem olyan veszélyes. Mit reggeliztél, Gábor? Hát ma kókuszlisztet kevertem egy kis mandula, fehér mandula liszttel. Jaj! És jaj, ebből lett egy kis édeskés krém. Ez nem volt hosszú idő. És egy forrázott zab kásához ezt így használtam, költöttem el, és hát az áfonya lekvár nem maradott el, és ma bontottam egy új csicsóka sűrítményt. Hoppácska! Innen itt hát egy újat! Nem volt jó a régi? Még csak csütörtök van. Igen. Bontottál kell. Egy új csicsóka sűrítményt. De már régóta szemeztél el, ott volt a polcon? nézegeted, becézgeted, és azt mondod, holnap felbontalak. Ezt felbontom most. A sűrítmény az olyan, hogy az üvegben mindig van maradék, mint a fogkrém, hogy mindig van egy fél milliméter, amit ki tudsz nyomni belőle, és mindig hittem el, hogy még van benne. De tegnap volt az a pont, amikor már teljesen... Mondtam, elég! Igen. Újat akarok! Igen, és így belekanalasztam egy nagyot. Lehet, hogy kicsit mértéktelennek is éreztem most ezt a reggel, de jól esett. Adom a gyereknek a csicsóka sűrítményt. Igen? Igen. Az jó, egyébként. Beállítja a vércukorszintet. Balázs, ha szabad még egy szót szólni arról, hogy a régi álmunk teljesült. Na, egy kis próbáltatok Ármas vele. Igen, találkozom vele két hete lettem. Nem volt rajta, a boxer. Mindig félreviszitek a témát. De erről nem beszéltünk, vagy erről beszélhetek, remélem, hogy nem fogsz azért megvelni. Hát most így kicsit nehezen tudok mit mondani, tudod, ez olyan, hogy akarok mondani valamit, nem tudom, örülni fogsz neki, hát majd mondd el, és akkor elmondom. Hogy szerintem ezt nem kellett volna. Feri, ébredj, kezd izgalmas lenni a szint. Valaki verje el a Ferinek egy maflást, hogy fölébredj. Na, idegen hagyott a téma, gyerekek. Jó, várjál, most ebből még bármi lehet. Szokták kérdezni az emberek, hogy hol lehet minket, vagy engem megtalálni. Na. És a városban... Igen. A városban nyílik egy alapítvány, egy kis központ, az Aradi utca 35-ös szám mellett, és itt sok minden lesz. Ez egy non-profit hely. És régóta terveztük, úgyhogy ha valaki szeretne megtalálni minket, akkor itt Reform tér névre fog hallgatni. Úgyhogy megnyílik ez, és aki szeretne velem találkozni, hallgatni egy-két előadást, itt megtalálhat. Ezt nem baj, hogy elmondtad. Jó. Ha non-profit, akkor megfőleg. Pláne. De hát ez egy hasznos dolog, szóval segítsünk mindenkinek, aki rászorul, kell osztani az igét. Jól van, Gábor, köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Vigyázz magadra. Minden jót nektek. Sziasztok. Óvatosan ezzel a sok csicsókával. 8:30 múlt, pontosan 6 perccel jövünk Ákos híre után. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel.
ide bele szomorodott ez a Madonna? Ja, a Isten, betyárján, de fáj olyan, neki valami? Olyan jó volt újra összebújni veletek, egy kicsit így szomorúan. Én sose baj lassúzunk, de amikor megfogod a seggem, azért azt még mindig nem tudom hova tenni. Szóval igen, mert nem tudom. Nem erről volt szó, amikor felkértél. Nem tudom kontrollálni. Hát pedig az most megvolt. Az megvolt, azzal nincs baj, de amikor elindul a kezed lefelé, az azért picit nehezebben tolerálom. Az a baj, hogy nem tudom kontrollálni a szorításomat ilyenkor. Mindig viszem. Miért ilyen? Mert azt érzem, hogy soha nem kapom vissza, és ezért markolom. Sose lehet tudni, meddig a tiéd, használd ki. Így van. Addig nyisd meg, amit teheted. Használd ki, ott vagyok, aztán már másé vagyok. Hány kis szomorú ez a Madonna, nem? Hát milyen szomorú. Mm. Na, nézzük a közlekedési híreket, mit írtatok nekünk, azt mondja gyors, ez. Jó, úgyhogy arra nem menjetek semmiképp. M1-es komáromi lehajtó után a felüljáróról mérnek, de süt a nap, Timi küldte nekünk. M5-ös Széget felé Újhartyáni kihajtónál van egy trafi, valamint az M3-as bevezető totál beállt, a Nagykörösi út előtt fel van marva, a beton, senki nem dolgozik rajta. Kámesz küldte nekünk. M3-as autópálya Miskolc felé a 106-os kilométernél a Bolk útnál mérnek, valamint bedugult a gyorsforgalmi kifelé a régi reptérnél. Urbino Kelly üzente ezt. 11. kerület Budafoki út a bevándorlási hivatal előtt elesett egy motoros, ezt Koli küldte nekünk. Az Andrássyn az Operánál van egy trafi, ott is vigyázzatok, és az M7-es 133-as kilométerénél mindkét irányban mérnek. És vajon mit csinálnak most a bodybuilderek? Hát, ugye? Nem tudom. Szerintem... Fontos kérdése ma reggelnek, hogy mit csinálnak a bodybuilderek. Szerintem vitatkoznak a powerlifterekkel. Imádom a Gábort. Nem-e világi, én mindig mondom, gyerekek. Ő nem-e világi. Nem. De én pont ezért szeretem. Bodybuilding. Ő tényleg nem evilági. Ő egy fél lény, vagy egy ent, vagy én is tudom, mi ő. De egy szent ember, az biztos. Egy szent ember. Basz, nem evilági. Elfelejtettem tőle megkérdezni, miért van az, hogy ősszel, akkor én a lomtanítási időszaka van, hogy mindig először a vas szívódik fel. Mert szednek hozzá B6-ot azért. Mondjuk szerintem. Mert szednek hozzá B6-ot. Kösz. Ez a megoldás. Beveszik reggel a B6-ot, és elmennek felszívni a vasat. Csak ez lett a megoldás. Na, játszunk egyet, jó? Itt van már is a játékosunk, hármas ugrás, játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, Ildi! Szia! Hello, sziasztok! Ildi, honnan hívtál minket? Budapestről. Igen? Budapestről? Igen, Budapestről. Mivel foglalkozol? Hát ilyen irodai adminisztrátor, besegítek egy könyvelőirodában. Könyvelőirodában segítesz. Aha. Mindenféle. Na, az jó, és egyedül játszol, vagy van, aki segít? Van, aki segít, sőt, telefon a segítség is van. Hát remélem majd azért hasznosra is teszik magukat. Tényleg? És mit segítesz? Nav ellenőrzéskor aktákat égetni? Egyértelmű. Irat meg semmisítő minden. Fontos meló. Jó is ez. És ki az, aki telefonon keresztül segít neked? A kolléganomnek a párja segít, meg ugye a kolléganom. És akkor a kolléganőt párja van telefonban. Ő van telefonban, igen, és a kolléganőm meg hát ő fogja a telefont, és gazdagon próbál majd valamit csinálni. A kolléganőt fogja a telefon, miért te mit csinálsz? Én is fogok egy telefont. Ja, te is fogsz. Ja, hogy... Aha, felkészültek mindenki, vagytok. Mindenki mindenkivel kapcsolatban. Mindenki fog valamit, igen. Ez még Skype-on vagy, Viberen, MSN, chat, WhatsApp, mindenhol ott vannak a rokonok. És kézjelekkel instruálsz valakit a szomszédiról az ablakán. Igen, és ott van négy lábbal festő, aki mutogat neked, igen, a szemben lévő irodából. Egyértelmű. Jó, hát akkor fel vagy bért ez a segítségem. Milyenek a kérdések, Janim? Az első kettő menni fog, a harmadik nagyon nehéz, készülj föl rá. Na. De felkészültél. Hát az első tényleg elég primitív. Így szól a kérdés. Már nem merek nehezen. Melyik hazai együttes lágere a Sex Appeal-em? Hú, vasszus kócs, várjál, mert zenében nem vagyok annyira otthon, Sex Appeal-em pedig ismerem. Szülinapos zenekar. Jött a segítség. Én benne volt a fülemben a dallam, de nem mondtam volna meg az együttes nevét elsőre. A világból ki lehet üldözni ezzel a dallal. Ennél már csak van az Emberek Mama Indulnom Kell című számát. Pedig a zseniális zenészek, én mindig mondom a bombomban, tényleg. Tehát Tomi és a Peti is, hát óriási zenészek. Tehát a Sex Appeal-em. És mekkora sláger volt, nem? Imádták. Imádták a népek, igen. Menjünk tovább? Menjünk, persze.
Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik Walt Disney rajzfilm állathősei Pongo és Perdita? Mi ezek a könnyű kérdés? Nagyon kutya. Ez milyen második kérdés? Még ezek után is azt fogják kérni, hogy lehetek ilyen rohadék. De kit érdekel, hogy mit írnak? Tiszok minden este. Ki gyűlölök ennyire? Írja nehezebb kérdéseket, Pongo és Perdita. Gyűlölöd a boldog embereket, Jani? Igen, a Bogyó és Babócán, melyik a csiga, melyik a katica? Ez jön most hol? Ezt én nem tudnám. A Babócán, azt tudom, ez a harmadik kérdés, tudom a választ. Na, pedig általános műveltség. Hát legtöbb eladott mesekönyv Magyarországon. És akkor tényleg? És akkor nem. Igen. És akkor nem tudod? Hát inkább 26-szor az egri csillag. De mert nincs gyereked azért, Bogyó és Babóca? Hát ez zseniális. Én csak 13 éves a lány, nincs gyereked. Hát jó, kamaszlányod van. Jó, hát most mi? Jó, azt jó, már érted. Kamaszlányod van, érted? Lőrinc lőjött ember, bármit mondhat. Jó, egy pici nehezítsünk már, mert tényleg ez óvoda. Jó? Na. Na, azért is én kapok. Hát, bocsánat, csak itt van egy ilyen kis házi pervatvar, Ildi, ezt meg kell oldanom. Oké, meg vagy? Igen, meg vagyok. Milyen instrukciókat kaptál? Megyünk. Hova? Ez ja. A beszéd. Hú. Így szól a harmadik kérdés. Melyik amerikai város sportcsapatai a Celtics? A Reds? Micsa, ennyiből? Hát kérem szépen. Én vagyok a hülye, hogy elsőre tettem oda a Celtics-e. Kosárlabda. Igen. Nagyon jó vagy. Te jó Isten, mennyire jó vagy. Komolyan, Ildi, nagyon. Honnan tudtad ezt ennyire jól? Én nagyon szerettem régen a kosárlabdát nézni, és a pont a Boston Celtics volt a kedvi kedvencem, amit nézegettem. Tényleg? Igen. Na. Nagyon régen, nem ma volt. Akkor egy gyönyörű szép ajándékcsomagod van. És kolléganő... kolléganő meg fociba van otthon, úgyhogy... De mivel nem segített, nem volt rá szükség, így nem kell, hogy adja neki semmit. Ezt egyedül megoldottad. Az elsőt ők tudták. Igen? Igen. Hát akkor övék a nyakbalkasztó. Jó, rendben, lebolt, hogy... Jól van, így ügyes vagy, szépen még mentél a kérdéseken. Küldjük nektek az ajándékcsomagot. Köszönjük szépen, köszönjük. Sziasztok. Puszi, sziasztok. Ciao, ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, jöhetek az SMS-ek, mi volt ez a dedós kérdés, hogy befostál, Jani? Ez a baj, hogy attól teszed függővé, hogy mit írnak. Hát nem kell azzal foglalkozni, hogy mit írnak. Keményíts, ez a Pongo és Perdita, meg... Nem hozzád méltó második kérdés. Hát tessék oda tenni magad. Hát ne dobáljuk csak úgy a baseball sapkákat, érted? Holnap mi lesz? Holnap mi lesz? Nem vagyok már a régi Vali. Emlékszel, miket mészároltunk a szépen. Igen, emlékszem én arra a Jánosra, aki tudott kemény lenni, és nem írt egy Pongo és Perditást második kérdést. Hát ez... Nem, ez nem én vagyok. Ez nem. Ne akarja jó lenni, ha belül veleig romlott én vagy. Én voltam hát most... a kvízműsorok mészárosa. A halál angyala, és most mi lett belőle? Pongo és Perdita. Úristen, hát tényleg, komolyan mondom. Na jó, oké, 5 perc, pontosan 9 óra. Brutális dugó lesz állítólag az M1-M7 bevezetőjén. Uh-huh. Már most? Nem, hogy lesz, mert hogy ott még nincs vége. Uh-huh. Nincs vége ott még mindennek. Igen. Van egy baleset a Gyömrőinél, mármint hogy a ráfutásos baleset a gyorsforgalmin, és a Gyömrőire terelnek mindenkit, Vecsésig tart a torlódás. Úgyhogy ha tudtok, akkor kerüljetek, mert ott hatalmas dugó van. 5 perc van pontosan, 9 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek, Kassa Tibivel! Te jó volt, Tibi, ha most hallasz minket, szeretünk. Hulló csillag. Hulló csillag. Igen, a szeretet most át is jött. De hát tényleg jó dal. Jó dal. Tibi, teljesen rendben van egyébként. Kérem már valami új kaszadal. Igen. Nem? Tök jó lenne, ha csinálnak. Igen, jó lenne. Kíváncsi lennék, hogy miért csinálnak. Beírom a Facebook oldalára, csak az a baj, hogy letiltott. Mi lehet az oka? Akkor menj fel álnéven, és akkor írd be úgy. Az a baj, hogy álneveset tiltott le. Már álneven is letiltott? Azt, hogy úgy is letiltott. Mindenhogy le vagy tiltva? Igen. Nem szereti az őszinte kommenteket. Írj le, mennyi időt van. Álnéven Kassa Tibi oldalára írogatsz, tehát azért adjál már kölcsön 3 órát.
ugye az életedből. Tehát, hogy így azért van neked is időd erre. Tehát tényleg írj el, hogy mikre van energiád, állni meg Kassa Tibi oldalára írok, Ati, nagyon jó. Tehát az utoljára ez jutna eszembe, még egy sorozat, még nem tudom bármi, de hogy állni meg Kassa Tibi oldalára írogassak. Van energia benned is azért. Tehát vannak azért. Na, később fekszem le. Csak azért benned is van vitamin, mikre szánsz időt azért az életedben. Én imádom, figyelj. Tehát azért van egy-két embereknek az oldalára rendszeresen felmegyek, mert szórakoztató tartalmat raknak fel. A Tibi is egyébként ilyen. Egy csomó jó tartalom van fönt, jó, amellett, hogy rám akar tarhálni pármit manikürülót, meg sportcipőt. Hát az egy játék nála, nem az ő oldalán. Persze, mindig más lehet nyerni. Marék Datóját, akármi. És akkor most nem tudsz írogatni, mindenhol nem tiltott, kibandolt végem. Kicsit sajnálod, hogy SMS-t. Rontottam a bizniszét. Vegyél egy dominókártyát, egy benzinkundot, küldözges SMS-t. Egyébként szerintem még abban van lehetőség. Láttam a Facebook oldalat, tudom, hogy kitiltották. Most akkor megtalálok telefonon, ezt nem tudod letiltani. És akkor küldje SMS-t, megtalálja, hogy ki a kártya, akkor nem tudom, írja neki levelet, küldje galambot. Hát még azért vannak alternatívák, hogy hogy lehetne még. Elmegyek Szadára, becsöngetek, elfutok. Benned egyébként energia, van benned tényleg, hogy erre van időd. Gyorsan egy-két közlekedési irányítás, 102-es kilométerén a Balaton felé trafi az út mellett elbújva, úgyhogy vigyázzon mindenki. Aztán a gyorsforgalmiról mindenkit leterelnek, ráfutásos baleset van, a Gyömrőjére terelnek mindenkit, hatalmas a dugó, kerüljetek. M1 komáromi lehajtó után a felüljáróról mérnek, de süt a nap, ezt Timi küldte nekünk. Az M3-as bevezető totál beállt, Miskolc felé a 106-oson szintén az M3-ason van egy trafi, és igen, és hát tulajdonképpen ennyi. Illetve jött meg egy nagyon helyes SMS. Anyuval mindketten titeket hallgatunk, csak én éppen 10.000 kilométerrel arrébb a 40 fokos Los Angelesből, miközben Viberen vitatjuk meg az élő adást. Itt lassan éjfél lesz, de köszönjük, hogy összeköttök minket minden nap. Szuper műsor innen, és puszi anyunak, Rebe. De jó hangzik. Igen. Ez helyes. Dugó van a Lánchídon, de nem érdekel, mert az Erzsébet hídon nincs, és én ott vagyok. Zoli. Ez korrekt. Nagyon jó. Korrekt. És örülök, hogy ti megszívtátok. Én szeretem az ilyenes újséget, ez jó. Hatalmas dugó van, de egyébként attól nem érdekel, hiszen egy másik hídon vagyok. Mondjad, Anna. Bocsánat, most jövök a portáról, át kellene venni egy csomagot valamelyik őtök, tehát Klassz FM. Én nem bárom csomagot. Morning Show. Nem rendeltem. Hát, nekem elég nagy a csomagom, köszi így is. Marha nagy, tehát alá kell írnom a papírt, mindegy. Aláírjam a nevedet? Én nem kértem csomagot. Hát milyen csomag? Teszek egy X-et. Hát de mi van benne? Én nem rendeltem semmit. Honnan? Tegye, itt van egy nagy doboz, nyissátok. Hát de csak tudja valaki, hogy valaki rendelt valamit. Nem, mi szoktunk ajándékot kapni, tudod? Hát azt mondták, hogy ez most rendelése jött, nem azt mondták? Hát ez rendelt, nem tudom. Én nem rendeltem semmit. Mi van benne? Hát honnan tudjam, kinyissam? Aha, nem mertem, mert tiétek nyissam. Mindig ilyen félkül lerobban a pillanat. Akkor inkább az annan nyissam. De most nehogy valami olyat nyissák ki, tehát akkor az lesz, hogy senki nem vállalja el, hogy ő rendelte. Nem lehet adáson kívül ezt megnézni? Hát, hogy? Figyelj, nekem alá kell írnom, én hivatalos ember vagyok, ne viccelj, mert nem írok rám egy hülyeséget. Küldés vagy rendelés? Mit mondott akkor? Rendelés. Azt mondta, hogy rendelés. Ezt rendeltétek? Hát valamelyikőtök rendeltek. Morning Show. Ó, hát srácok, kinél ekkora a baj? De fel a kezekkel, ki fogja ezt bevállalni? Ez nagyon jó. Atya úristen, na néz oda. Mit kaptunk? Gyerekek, rózsaszín bilincs. Ruhanemű. Nem már. Jani, ekkora baj? Kobakendő, ez csak az enyém lehet. Ki küldte, DJ Dominik? Ez valaki Batman-es állarcot rendelt magának. De hát ez az enyém, ezt vállalom. Aha. Srácok, valaki vigye el a balhét. Nem ciki, hogy ilyet rendeltek az itteni címre, mert nem beritek hazavinni, csak akkor írjátok alá a kintbe, hogy várnak a bornak. Nekem hazarendelés egy cik. Jani, tényleg, a bilincs mellé. Az. Vállalt be. Selfie-ból? Feri felvett egy Batman. Feri felvett egy Batman állatot. Annyira kellemetlen. Miért? A gyerekem tudottak. Miért vetted fel ezt a Batman állatot, Feri? Műbőrből. Mert a gyerekem latex szereti a Batman-t. Így. Nem mert így hazamenni. Aha. Így jó? De szerintem igen. Egy szemüveges Batman, imádom. Hát ki az a Michael Keaton meg? Ennyi. Jó, ott Batman ilyet csinál. Anna, írd már alá, köszönjük szépen, bárki küldte, nagyon drága. Szerintem ez a Halle Berry macskanő állarca. Igen, de az meg a levenném. Félre sikerült Batman. Nézd, Batman vagyok, nem apa, nem vagy Batman. Így jött elég a város, a jogra tulálsz. Ez egy nagyon nyenge Batman. Janinak a rózsaszín bilincs mellé vagy neked. Köszönjük, drága vagy, Anna, de írd be alá, légy. Jó, persze. Köszönjük szépen. Jó, szuper. Van még itt egy ma. Valami értelmes van benne? Semmi. Nem. Semmi. Miért, kitől kaptuk és miért? Nem tudom. De akkor ez nem rendelés, akkor ez valószínűleg nem rendelés. Nem, van, igen. Most már álljatok a vonat elé. Ez nem, van. Nekem még úgy gyárilag is jó a nejem. Nem kellenek ezek hozzá. Mi ez? Ne álljatok a vonat elé. Nem annyira értem. Nem tudom. Jó, minden esetre köszi, írd alá.
Nyom? Oké. Okay. Uh-huh. És fizes ki. Ja, és ha pénzbe kerül, akkor igen, akkor fizes ki. Na! Mondani akartál valamit? Bizonyám, nem tudom, hogy hallom. Nyílt a szád? Nyílt volna tovább is, ha nem állítod meg. Nem tudom, hogy hallottátok-e már Enki Bracsáj nevét. Nem. Enki Bracsáj, kérlek szépen. Én se. Próbálom elolvasni. Milyen jó lesz a hír, ha megvárod egyébként, ha kicsit vagy toleráns a műsorra. Egy albány lányról szeretnénk beszélni, csak vagy én szeretném megmutatni nektek. Tévés akart lenni. A hölgy jelentkezett hírolvasónak, és úgy érezte, hogy nagyon sokan vannak, tehát ki kell tűnni valamivel a tömegből. Ez a neki volt erre hát egy bizonyos domborulata, de azt mondta, hogy ő így nem megy be. A próba felvételen ledobta a melltartót, a blúznak a gombjait leszaggatta, és mutatom neked, hogy hogyan sikerült bemenni a castingra. Így, imígyen, szerintem ez Facebook képes még. Hát igen, egy fekete hosszú hajú hölgy, iszonyatosan nagy mellekkel, igen, látom. Melltartó nélkül, kigombolt blúzban. Így van, igen. Tehát kilátszik, aminek ki kell látszania, viszont ami nagyon jó a dologban, hogy a televízió csatorna vezetői úgy döntöttek, hogy ők fölveszik. Ja. Úgy, hogy olvasni nem tud? Úgy, hogy nem nagyon tud olvasni, semmi köze a politikához, és híradót vezettetnek vele, tehát híradóba kellett műsorvezető, ő lett az, jelentem nyert, de csak azzal a feltétellel, hogyha mindig így olvas híreket. Hm. Így olvas híreket, háromszor annyian nézik a híradót, mint eddig. Nem csoda. Nem csoda. Hát ne le olyan híradós egyébként, akit én is lecserélnék rá szívesen. Független attól, hogy nem tud beszélni. Mert azt sem tud beszélni, de ő legalább valahogy ki is néz. Elég, hogy valakinek nagy melle legyen, és ezért beültetik a híradóba. Ráadásul pont egy hírműsorban, ahol azért valamennyire hitelesnek kell lenni. Hát ott pont nem az számít, nem? Hogy nézel ki, hanem hogy mennyire vagy hiteles az adott műfajban. Albániában őszinték az emberek. Én nem mondom, hogy a szellőnek ez nem áll rosszul. Ott ülne egy ilyen brutális kigombolt. Nem, a szellőnek kifejezetten jól állna. Ez egy ilyen brutál kigombolt ingben, tudod, ott üldögél. Jó, nekem Antonia is esetem, de azért időnként cseréletnének hétfőn, szerdán, pénteken. Már tudod, így nyomja a műsort, ez már itt az élő adás. Aha. De ettől hiteltelenné teszed magát a híradót azon a csatornán. Hát, ha időjárás jelent, vagy bulvárhíreket mondod, oké, de híradót mondatsz vele úgy, hogy hihetetlen nagy melei vannak. Tehát, de miért lenne hiteltelen? Hát attól még, hogy kint van a melle, ő mondhat jó konfot egy anyagnak, egy politikai anyagnak, ezt megírják neki, vagy egy közéletének, mindegy. De én kicsit el akarom hinni a híradósnak, hogy hitesse el vele, hogy élje át, hogy jusson el hozzám az információ, ne csak mint egy gép felolvasa, tehát legyen benne valami. Most egy ilyen nyakig kigombolt, nagymelű nő felolvasa a híreket, hát ezzel nem tudok odafigyelni a hírre. Hát de ez nem? Az, hogy ez az igazság pillanata. Igen? Hogy érted téged, érdekelnek a hírek, vagy nem érdekelnek a hírek, akkor hallgassad, ne nézd. Hogy két mellel el lehet-e téged csábítani. Szerintem a két mellel bárkinek a figyelmét, tehát egy igazi férfinak a figyelmét simán el lehet terelni. Bármiről is legyen szó, bárki bármiről beszél. Tehát, hogy egy olyan nőt ültetnek oda, aki így néz ki például, mint ez a csaj, hát végig mondják vele a szöveget, és azt mondják, hogy figyelj, mondd vissza, vagy legalább a felét. De annak, nem a kamerába mondott. Néz. Hát nem a kamerába néz. Hát nem tudja, hol a kamera. A sugógépet nézi. Na de a sugógép jobb helyeken az ez Albánia. Tehát szembe van veled, és a sugógép mögött van a kamera, a néző szemkontaktussal. Náluk egy fekete férj Junoszt jövő a lettével a parkettára. Tehát konkrétan úgy beszél, hogy mutatnak róla egy viszonylag szűk képkivágást, és közben a nő nem a kamerában néz, úgy olvas. Mellé néz. Hát ez Albániában ez a hírműsor, azért ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Egyébként sem látod, hogy mit néz, mert nem a szemében néz. De meddig izgalmas ez, szóval oké, ott ül egy nagy melű nő. Most már bekapcsolod egyszer, bekapcsolod kétszer, de minden este hát ott ül ugyanazokkal a mellekkel, ugyanaz az a nő, hát ez meddig jó? Most figyelj, tudnám példaként mondani a Gál Noémit, akit gyakorlatilag hosszú évek óta mindenki úgy ráncigál elő, amikor itt egy mit tudom, kicsit rövidebb szoknyát vesz elő, vagy kicsit jobban dekoltált blúzt vesz elő, vagy vesz magára, mindig, mindenhol megírják, hogy na, Gál Noémi már megint. És nem unják. Igen, mondjuk ebben van valami, minden nap látod, de azért a kettőt gombol, vagy egyel többet gombol, akkor azért az úgy, igen, csinos tud lenni. Tehát az ember megnézi. Igen. Aztán nem, rájössz, hogy nem tudod, milyen idő lesz. Mert nem azt figyelte. Fogalma. Na, de ott jön, megy, ott azért ott lát egy csomó mindent. Tehát a nő egy asztal mögöttű láb nélkül, mindig csak a melleit látod. Nem tudom, hogy ez meddig izgalmas. Nőtt a nézettsége a híradónak? Nagyon komolyan, mindjárt mondom neked, azt mondja, a csatorna a nézettség az egekbe szökött, tehát konkrét adatokat nem írnak, és a 21 éves hölgy szintén örült, hogy belenyúlt a tutiba, itt az idézet tőle, egyértelmű volt, hogy ha azt akarom, hogy sikerüljön, bátornak kell lennem, és valami újat nyújtanom. Hát hozott újat a hírpiacra a hölgy a két gigászi luffancsal.
Úgyhogy ügyes. Lufa. Há most mit nem akartam már. Ez bírod? Bírod ezekkor a melleket? Szexi? Bejön? Na Janiról tudom, hogy csöcsök torták várak, de hát hogy persze, meg hát nálam már igazából nincsen olyan kategória, ami nem jön be. Igen, az a másik, hogy a Grammy, megtalálom a szépséget. Bondagem, te mindenben ott vagy, de te bírod? Nem, én kicsit kisebbel elégedett vagyok, igen. Úgy félelmetes ott föléd jön, és jaj. Nagyon félelmetes. Hát igen, nem rossz, igen. Még egy ilyen magyarított verziót egyszer itthon is meg lehetne nézni, csak kérdés, hogy kitől látnánk ezt szívesen. Nem, nem? Volt próbálkozás? De volt ilyen pucéridőjeles jelentős, ja, például Mészáros Dórival, de hát hogy ez így ez is, gyenge volt. De hogy ez egy gyenge volt. És nem a Dóri miatt, hanem valahogy olyan mesterkélt volt az egész. Ebben azért több izgalom van, tehát hogy itt azért többet takarulva, mint amennyit megmutat. Tehát itt csak láttatás van, hogy azt hiszed, hogy mindjárt meglátod a tutit, de nem. És valószínűleg azért nézed, hogy hát, ha egyszer kibukkan valamit. Itt is egyébként ez a nagy alapigazság érvényesül, hogy ami sejtett, a sokkal izgalmasabb, mint ami megmutat. Azzal ellentétben. Lehet, hogy nekem más az inger küszöböm, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez így, ja, egyszer legális megnézed. Legális kukkolás. Egyszer megnézed azt. Jó, azt de hát, érted, neked azért volt múltad, és tudod, hogy én az első nőt ellettem, aki hajlandó volt. De ez is lehet, hogy benne van ez, hogy mindenek örülsz. Tehát, hogy mennyi elfolytás van bennem, és mennyi hiány. Tök jó, hogy ezeket nem nekem kell kimondani. Tehát, hogy ki mondott eleget. Abszolút így van, tehát ezen én már itt túl vagyok, és bámuljak egy ilyen félig látszó női mellett. Tehát ez kamaszkorban tök jó volt. Meg egyszer megnézed kétszer, de hogy most minden este azt nézd, hogy egy ilyen féldekoltásról ott ül, egy ilyen nagymelű nő, tök jó, de meddig? Szóval ez már azért túl vagyunk, nem? Nem vagyunk már kamaszok, nem? Vagy igen? Hát egy kicsit azért. Maradjunk még azért egy picit. Amíg agyban kamaszok maradunk, addig. Addig nincs baj. Persze. Addig nincs baj. Na, sorsoljunk mosógépet. Mert hát özöllenek a levelek, és sajnos már csak 2 darab van. Oh. Sajnos már csak 2 darab van, akkora siker ez a játék, hogy lehet, hogy szólni kell majd a sponsornak, hogy nyújtsa meg, vagy adjon még 5-öt, de hogy hihetetlen, hogy mennyi háztartásban kellene tényleg egy új mosógép. És hát eddig mindig szerencsénk volt, mert mindig jó helyre ment. Ugye a lényeg a játéknak annyi volt, hogy mosógépeknek kellett írni, hogy miért szeretnék azt, hogy a gazdájuk már nyugdíjba küldje őket. Picit panaszkodva, picit lefestve a helyzetet, hogy hogy állunk már. Igen, 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 igen. Hát egy ilyen kis mini szociodrámát kellett ugye felvázolnia a mosógépeknek, hogy milyen tempót nyomnak, hányszor tömik be a szájukat, szédülnek már, forog a gyomruk, köves a fűtőszál, és egyszer szeretnék, hogy nyugdíjazzák őket. Lépjen be a fiatal korosztály, és reinkarnálódjanak. Nem? Tulajdonképpen erről van szó. Így van, a régiek menjenek, az új technológia jöjjön, hadd pihenjenek szegények. Igen, na hát a Terminátorban nem élettek ennyire föl a gépek, és fordult a gazdájuk ellen, mint a Morning Show mosógépjátékában, mert hogy több ezer mosógép írt nekünk, és mindenki szeretné a saját nyugdíjaztatását. 10, 20, 25 éves mosógépek is vannak. Ez a gazda megcsalása, arcul köpése, hogyha egy ilyen mosógép ír neki? Nem. Szerintem nem, ez már ilyen végső elkeseredés stádium. Szerintem itt azért mindegyik levél nagyon-nagyon megalapozott. Hát ugye ezen a héten gyakorlatilag minden alkalommal nagyon jó helyre ment, tegnap aztán pláne át, hogy olyan anyukával beszéltünk, aki 3 gyerekre, a férjére, saját magára is kézzel mosott. Igen, 3 éve nincs mosógépük. Igen. Na, valaki azt írta nekünk, és nem mondom el előre, hogy mitért hívjuk, hát ha újra meglepetés tudunk lenni, aztán majd utána mondom a verset. Intenzíven van, és motor transplantációra vár. Jaj, ennyit mondok, csak hogy szörnyű állapotok vannak. A mosógépnél szegényként kórházba került, és várja, hogy új motort kaphasson, de lehet, hogy nem tudja megkapni, mert nincs donor, és nincs pénz a műtétre. Úgyhogy felhívjuk ennek a mosógépnek a gazdáját, hát ha hallgat bennünket, várja, hogy hívjuk, és talán örülne egy új mosógépnek. Ah, legalább a zene király, addig is. Nem érje. Igen, tessék. Halló, jó reggelt, Morning Show. Sziasztok, úristen. Hello. Ildikót keresünk. Igen, én vagyok. Hello, Ildi! Mert amikor meghallottam, hogy mondjátok, hogy motortranszportáció, azt tudtam, hogy én küldtem. Igen? Mármint a mosógépet. Mármint a mosógépet. Ildi, igen. Hát itt vagyunk. Ó, de örülök neki, úristen. Köszönöm szépen. Mit csináltál éppen? Épp szölömke ruhákat a mosógépből, mert megjavították. Hány éves a jószág? 7 éves. 7 éves. Szörnyű állapotban volt a transplantáció előtt?
Igen, szénkefét kellett cserélni benne. Nem hangzik túl jól. Na, és akkor most mi van ezzel a mosógéppel? Most sikerült megjavítani, sok pénz volt, vagy csak ideiglenes javítás van, vagy csak összerakták, de szét fog esni, mit tudunk róla? Hát azt mondták, hogy még lehet, hogy kell javítani rajta, mert hát már azért egyszer lett javítva, utána kell megint. Sokat használjátok? Nagyon. És mi történt, amíg szerelőnél volt? Hogy oldottátok meg a mosást? Hát, mert ugye én a barátoméknál lakok, a mamájához vittem le a mosni valót. Ó! Szatyorba. Igen, az ember kamaszkorában, ha elköltözik és viszi haza a szennyest, az egy ideig jó, de egy idő után már felnőttként azért az... Igen. Az kevésbé. Hányan vagytok a családban? Öten. Öten? Az három gyermek? Két gyerek, én meg a szülők, és én a barátomnál lakok, így én vagyok az ötödik. Te vagy így. Igen, úgyhogy anyósomnak nyertem a mosógépet. Oh, mama kap egy mosógépet. De mivel foglalkozol, Ilni? Én műszaki boltban vagyok, szaktanácsadó. Dány, azt mondtad? Dányban laksz, és ott is dolgozol. Nem, Budán dolgozom. Budán dolgozol. Aha. Azt írta a mosógépet, hogy segítsetek a családomon, mert nagyon gyűlik a szennyes, lassan már nem lesz tiszta ruhájuk, amit felvehettének. Igen. Fáj a pénztárcájuk, értem, zseblázuk van, 70 ezer forint kellene a műtétre, és nagyon szomorú az egész család, mert nem sokára ez a szegény kis mosógép, ez lehet, hogy végleg elhalálozik. Igen. Na, hát a jó hír az, hogy akkor tudjátok ezt a kis hányatott sorsú mosógépet pihentetni, és egy vadonatújat munkába állítani. Köszönöm szépen, nagyon örülök neki, és családom nevében is nagyon köszönöm. Jó, megkapja a mama, aztán viheted ugyanúgy a ruhát, csak akkor már egy új mosógépben. Igen, köszönöm szépen, köszönjük. Egy új mosógépben lesz kimosva. Jó, van, mi lesz a régivel, amíg bírja, addig odaadjátok valakinek? Hát nem tudom, még ezt ki kell találni, mert amúgy még nem tudja a anyósom, hogy jelentkeztünk a játékba. Minden megteszel, hogy jobban legyél az anyósoddal. Érzem én, hogy... Nem kell sűrűn átmenni, beszélgetni. Erős törekvés van azért, hogy mamával jobban legyél. Szigorú a mama, nagyon? Hát nem. Mondjuk ebben minden lemondás ott volt. Hát nem. Mit mondhatnék? Ebben ott volt halkan magamban. Mit mondhatnék, Balázs? Ha adáson kívül elmondhatnám. Na jó van, Illi, küldjük akkor nektek. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Használjátok egészséggel, és okozzon sok boldogságot. Reméljük, hogy tudtunk ezzel kicsit segíteni. Ja, hát nagyon sokat, igen. Köszönjük szépen. Jó van. Ciao. Sziasztok. Csokkoltatjuk a mamát is. Jó, kösz. Hello. Mind a két orcáját. Hallottátok ezt? Jó. Kösz, tudod. Ha nem hallja, nem adom át mindegy. Örül majd neki. Na jó, hát akkor egy újabb mosógép. Egy újabb mosógép talált gazdára. Szívesen játszanám minden nap ezt a játékot, ez jó. Nem? Nagyon jó. Tetszenek hallani, ugye? Ugye? Még egy drága sponsor. Még egy hét beleférne, lenne rá igény. Igény, az volna rá bőven. Úgyhogy, ha nagyon van köszönjük mosógép, ezt is, de ha lehet, akkor. Igen, drága sponsor, akkor meg az... Ekkor tettünk itt egy kis pénzecskét, hogy tudjunk még mosógépet adni. Hogy az eddigi szponzoraink milyen nagy lelkűek voltak. Emlékeztek a hűtős? Nem is emlékszem olyan szponzorra, aki egyébként ha ilyen műsort hallgatott, mint például a mai, és elkezdtünk rá beszélni, én nem mondta volna azt, hogy adok még 5 darab mosógépet. Nem emlékszem, én remélem, hogy nem ők lesznek most az elsők, és meg kell szakítani ezt a nagyon kellemes hagyományt, hogy bármikor ez szóba jött, a szponzor mindig azt mondta, hogy hallottalak, fiúk, benneteket reggel, hát megesett a szívem a hallgatókon, és természetes, hogy kérés nélkül felajánlok még 5 darab mosógépet. Egyszerűen nem hiszem, hogy ezt ne tenné meg bárki. Volt már ilyen hűtőszekrény. A ledobott autó helyett egyet ledobtunk, még egyet adtak, hogy adjuk oda. Így van, mentek befelé a munkahelyükre, hallgatták az autóban ugye a megszólalást, és amikor beértek, 10 óra, 10 óra, 10 magasságában már csörgött is a szélszen a telefon. Igen, a szélszen mindig van valaki, föl is vették ezt a telefont, és mire mi kiléptünk adásból, jött a mi drága szélszesünk, aki ez az ügyfél tartozott, hogy igen, fiúk, ez az ügyfél is, ez is, ő is ilyen rendes, hogy hallgatott benne. És a szélszesünk mondta már neki, amikor csak sorolt az ügyfél, hogy még mit adnának, a szélszes már mondta, hogy ne, ez már tényleg sok lesz. Ennek már nem tudunk elég helyet szorítani. Igen, hát egyelőre csak ilyen ügyfeleink voltak. Na jól van, elmegyünk egy picit reklámozni, jó? Aztán jövünk a reklám után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9:30 múlt, pontosan 8 perccel itt vagyunk.
És folytatjuk. Nézem, hogy van-e friss közlekedési hírünk. Trafiságvár és Siófok között a 65-ös főúton. Ezt Fefe küldte nekünk. Köszönjük szépen. És azt nézem, hogy van-e még valami. Nagyon sokan szeretétek ezt a zenét. Köszönjük. De egyelőre nincs. Egyelőre nincs más. Jól van, na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Volt egy témánk, amiről tudtuk, hogy megosztja majd hallgatóinkat, úgy, hogy bennünket is megosztott, mert hogy van, aki egyetértett vele, van, aki nem annyira támogatja az ötletet. Szeptember 23-ától az egyik budai bevásárlóközpontban be lehet menni kutyával. Ugye önmagában ez egyébként nem lenne egy nagy dolog, az ember bemegy, megveszi, kell, kutya illedelmesen ott sétál mellette, majd szépen hazamennek. De tudjuk, hogy azért sokszor a nagy magyar szomorú valóságban ez nem úgy működik, ahogy működik ez mondjuk tőlünk kicsit nyugatabbra, Németországban vagy Ausztriában. Nem szeretek velük mindig példálozni, de igen, bemegy a kutya, vásárol a gazda, kimennek, nem történik semmi. Itt azért nem biztos, hogy ez a morál, nem biztos, hogy ilyenek a kutyatartók, nem biztos, hogy így vannak szocializálva a kutyák. Arról beszélgettünk, hogy ki az, aki egyetért ezzel, és ki az, aki nem szeretne egy bevásárló központban ázott kutyát, pisilő kutyát, sima kutyát, kis kutyát, harapos nagy kutyát, harapós kutyát, csendes kutyát látni, vagy találkozni vele. Hát kiderült, hogy nem egyértelmű a dolog. Nagyon sokan, nagyon sokféleképpen láttuk. Ahogy bennünket is megosztott ez a dolog. Így van, nem? Így van, mert sokszor az ember azt tapasztalja a közterületen is, hogy sajnos nincsen meg az a kulturáltsági szint, ami elvárható lenne egyébként egy állattartótól, gazditól. Igen, mi lesz akkor, ha ezek a kutyák plázába mennek? Igen, arról beszélgettünk, hogy jó az ötlet, csak kérdés, hogy hogy lehet ezt majd normális gazdákkal, normális kutyákkal megvalósítani. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig ugye csütörtökön lévén itt volt velünk Tóth Gábor, és mesélt nekünk kicsit, ami drága Gáborunk, nem evilági, ezt ma is megállapítottuk. Az immunerősítésről mesélt nekünk, a vitaminokról, mit szedjen a gyerek, hiszen jön a tél, jön a náthásabb időszak, a megfázós időszak, és mit, mivel jó szedni, mit, mivel nem jó szedni, mit ajánl gyerekeknek, felnőtteknek. Mondott jó dolgokat. Nagyon jókat mondott, így van. Mit szedjenek a bodybuildingesek, a pentatlonisták. Szeretjük, ezért szerethető, mert igen. Szóval Gáborral is beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 múlt 3 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Még mindig jönnek a kutyás SMS-ek. Belenyúltatok, mi? Igen. Vagy mellettetek? Én hallgattam a Bestopot, a Bestopból úgy jött ki, mint hogy én nem támogatnám a plázát. Közben nem erről volt szó, mert arról volt, hogy én a plázát támogatom, és az éttermet nem támogatom konkrétan. Tehát, hogy... Hát azt mondom, de mint téma úgy jött le, mintha én nem támogatnám a plázás kutyákat. Azzal nincs bajom. Hát legyen ez egy tesztje az emberiségnek és a kutyáknak. Ha megoldották ezt Bécsben, meg Németországban, szerintem előbb-utóbb mi is képesek leszünk rá, nem? Uh-huh. Hogy jól szocializált gazdák, jól szocializált kutyával bemenjenek egy plázába. Igen. Hát azért ember-kutya együtt él, ezzel nincs baj. Ott a megállóban a szemetes bedobják a szemetet is. Ott azt is meg tudták már oldani. Igen. Csabi, hello, jó reggelt! És sorban állnak a busz megállóban, ugye? Tehát úgy szállnak fel a buszra, hogy nem egyszerre. Jó reggelt, szevasztok! Persze, nyilván is frissen sült cipó illat van utánuk, mikor bemész a budira. Be azért nem ott sem ennyire izé kolbázol van a kerítés, nem? Hát ha visznek cipót, akkor az van. Gyújts rá, Feri, hagyd a fenébe az egészet. Hagyj a tesó ezt az egészet, ami ma reggel itt megint főúsztad, majd menj ki. Jól a fenébe szívj el egy cigit, tegyél az egészre. Most nem mit? Én vagyok bajban, kettőnk közül. Kopika! Ízélsz itt, hogy itt most komolyan mondom, itt szenvedsz. Kis kopa! Hagyd az egészet a fenébe. Gyere, szívjunk el egyet. Na. Csak egy cigi. Csak cigi. Hallottad, ez úgyis régen sokszor. Egy cigi. Best of koncepten. Csak cigi, Feri, csak cigi. Nem, azt én mondom, csak cigi. Volt már ilyen az életedben, csak cigi, Feri, nem kell más, csak cigi. Volt, de most nem nekem lesz, hanem neked, hogy egy cigi is cigi. Már hogy érted? Hát, hogyha így mondjuk az elkövetkező... Nem, valljál, éjjel rágyújtott, tehát itt a teraszon? Nem, egyet se szívtam még el, de ha egyet elszívok ez idő alatt... Hogyne, hát persze, hogy cigi. Akkor ugrik, ugye? Há, hát mi nem kell elszívni egy kartonszimfóniát, hát persze, hogy egy cigi, cigi. Egy cigi az, ne, az mi? Az egy megcsalás, nem megcsalás. Közben rád gondoltam, Bali, meg a kopasszal, hogy nem csaltalak meg. Öttől számít. Na, hát persze, hogy egy cigi. Hát hogyne. Csak hogy figyeljek. Az olyan hülye fogadás egyébként, hogy tudjuk számon kérni. Most éjjel kettőkor a balkonon elszív egy szál cigit, hát amikor alszik az egész lakótelep, hogy fogja azt észrevenni. Vérvétel.
ez az. Az kell. Már rajta vagyok, tesó. Rajta vagyok. Oké, meg is vagyok. Lesznek itt még meglepetések, hinden. Lesz itt még majd szúrópróbaszerű vizsgálat hirtelen. Bármikor állok elébe. Lesz majd még itt ez az. Gyerünk, december gyerekek. 18-áig. Nyugi, mindent elkövetek, hogy nekem. Nekem az is jó, való részegen látjátok, oda megyek, beteszek egy száz cigit a szájában, lefotózom, és meg vagyok. Aranyos vagy, de nem szoktam úgy. Nem szoktál, már részeg se vagy? Már hagyjál már, és fénnyel táplálkozol. Már nem iszom. Hagyjál már. Láttad a mai reggeli, mert alma miért? Volt. Almát és szőlőt hoztam nektek. Volt itt kolbász, sajt és ilyenek? Mit találtál az asztalon? Szőlőt. Nem cigizeli szőlőt hozol, Jézusom, mi van veled? Feri, te vagy az? Hol? Nem, nem, kamuzik. Nem, kamuzik. Egyébként nem én vagyok. Kutyából nem lesz szalona, Rákocziból nem lesz abstinens, ez mindenki. Így van. Gyerekek, így is van. Szabad szemmel látható összeget fizetek annak, aki valamikor öntudatlan állapotban tesz a Feri szájába egy száz cigit, és meggyújt. Csak aludj, akkor félig öntudatlan állapotban. Állapot úr a magam. Akkor, amikor nem figyelsz. Ja. Éppen vágsz le egy disznót, akkor annyira úgyis önkívületi állapotban vagy, akkor gyorsan beletesznek egy szárba, cigit meggyújtják, lefotózzák, kész. Menő. Vége. Én csak azt tudom, hogy a borkostolokhoz, a pálinka fesztiválokhoz, a bölér fesztiválokhoz hiteles műsorvezetők kellenek. Én szerintem a Feri nem kockáztatná a munkáját. Igen. Egy almátevő, szőlőtevő, nem dohányzó, gyerekek. Lassan már vegetáriánus, hát ez szörnyű. Mi? Hogy hova jutottunk? Megvárom én azt a december 20-at, vagy micsodát. De ha utána rágyújtasz. Azonnal biztos lehetsz benne, hogy itt benne a stúdióban, ahogy elkezdik nyírni a hajad. Akkor az erkölcsi győzelem az enyém. Akkor a pokorra kerülsz. Akkor, ha én letolatom, ha a másnap rágyújtasz. Miért akkor... lenne az erkölcsi győzelem? Én mert az aljasság. De az aljasság. Nem csak a kár öröm miatt csinálod. Így van. Így van, nem aljasságból, csak egy kicsit, hogy hadd hát szórakozzon. Te se örökre leszel kopasz, visszanövezted, nem? Így van. Hát te kivel vagy most? Hát most nem értem. Ezért most nem te kivel vagy hallható ebben az esetben. Jó, én tökös vagyok, én bevállaltam. Ezt jó megcsináltad, Csabi. Most nem fogja tőled megkérdezni, hogy remek zené, Csabi? Na mindegy, mi újság, Csabi? Remek zené. Tudtam, hogy meg fogod kérdezni. Most egy olyan DJ-t hozok nektek, aki... Már félek. De pont ez a lényeg, hogy nem a tuc-tuc zenét hozza feltétlenül, hanem a mai DJ-k már zenei producerek is. És beszéltetek pár napja ugye a dallamtapadásról. Nagyon-nagyon rámentek a mai zenei producerek arra, hogy minél több olyan dallamot tudjanak hozni, amit egyszer meghallasz, mondjuk reggel, és aznap más dallam már nem fér bele a fejedbe, illetőleg az biztos nem fogja tudni kiütni semmi. És van a Lost Frequencies nevű DJ, akinek ez egy ilyen művész neve, egy belga DJ-ről van szó, és van az Are You With Me című dal, nagyon rövid. De ez nem Lost, nem Lost, hanem Lost. Lost, nem? Lost, igen. Lost Frequencies. Csak hogy más jelent azért, nem Rigó utca vagyok, csak hogy csak a lényeg, hogy egy 2 perces dalról van szó mindössze, egy dalban a 2 percben. 2 perces dal. Hát, figyelj, de annyira jónak, vagy annyira rossznak érezték, és azért csináltak belőle ilyen keveset. Ez az, hogy ezt nem lehet tudni. 2-2,5 perc, nem sok. De az alatt simán megtapad a dallam. Mondjuk, ami itt egyszer reggel megszólal, az 2 év múlva is itt lesz. Figyelj! Ott lesz dallamtapadás. Elutasítom, kikérem magamnak, és elhatárolódom. Így van. Természetesen minden ilyen típusú véleménytől én, maximálisan. A szemedbe ment valami? Miért kacsint? Hagyjál meg, kacsintottam. Maximálisan elhatárolódom, és nem értek egyet az ilyen típusú magánvéleményekkel a rádióban. És akkor ez az a fönt? A hüvelykúj, ez miért mutatna? Hagyjál meg, a középsúlyamat nézek, ezt nézd meg. Szóval ez lesz ez a Lost Frequencies. Aha, jó. Jó, hallgassátok, fütyülni fogjátok utána. Jó. A Lost Ketchupot ismertek? Igen, ez annak a testvére állítólag. Micsoda, Ászerehe. Pizzesz, a legnagyobbak voltak. Jól van. Na, mondjuk a mosógépeknek, hogy még egy napig nevezhetnek, jó? Úgyhogy mosogep@classfm.hu. Ez az e-mail cím. Ide írhatnak nekünk hányat sorsú mosógépek, hogy miért szeretnék az ő nyugdíjasztatásukat, és hát miért cseréljük le őket. Ha szerencsések ezek a mosógépek, akkor holnap a kisgazdájuk sorra kerül, és akkor kaptak egy vadonatúj mosógépet. Meg hát mindjárt 10-10 után pedig megszólal majd a telefon, valószínűleg valamelyik szélsőség. Csörög a szponzor. Még egy hétig. Igen. Én szponzor lennék, csörögni. 5 perc, pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorra. Szevasztok! Sziasztok! Csáu! Naphallgatója! Jaj, basszus! Olyan hiányérzetem volt nekem is. Én nem mondom, ti nem mondjátok? Hát mi? Mi elengedtük? És megint csak én vagyok ébre? Megint csak én figyelek? Ez nem. Ez általában így szokott menni diktatúrákban. De ha én nem veszem észre, senki nem veszi észre. Észrevettük, de azt gondoltuk, hogy tudatos. De hogy vettétek észre, itt lapultatok. Hívjuk a naphallgatóját. Te minden tudatosan csinálsz, azért gondoltuk, hogy ennek is van valami ok. Tudatosan hagytad ki. Persze.
Na. Akarom mondani, hogy naphallgatója. Hívjuk. És a... Szenyaller. Hívjuk. Láttad az Arnoldtól a Lost Action Hero című film? Hívjuk, hívjuk. Na, most már legalább vegye föl. Ezért volt ez a műbali. Hát nem, én nem műbalhéztam, csak nem, nem jut eszembe, nektek nem jut eszetek be. Hát ez szomorú, hogy 8 év után se, de hát ezért hát vagyok itt, ezért jövök, ezért így csinálom. Van, ez a dolgom, ezt kell észrevennem. Mi csak négy láb, négy kéz, meg két fej vagyunk, két szemmel. Ennyi, gyerekek, ennyi. Hát ez most nem jött össze. Csabikám, na, itt hagyunk, jó munkát, jó? Szevasztok! Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.